Hello Store, köszönünk szépen mindenkit itt újra egy újabb Murder Mystery és live-ban. Újra itt van a Murder Mystery és Csaba, itt van velem Andi. Na hát de sziasztok! Na hát de sziasztok! Igen, itt van velem Csabinyó. Hát de nagyon sziaszt! Hát de nagyon... És Dávid. Hey Luca! Hello, köszöntünk mindenkit itt újra. Nagyon jó, hogy már most is ilyen sokan összegyűltünk az elején. Már csak azért is, mert lenne egy gyors kis bejelentésem. Ugyanis tőlem még szerintem nem hallottátok videóban, de hogy Kemény. Hamarosan megrendezésre kerül a következő Mind Cinema, méghozzá Debrecenben. Ugye ez az ötös Mind Cinema lesz ott is levetítve, ugye? Bizony, ott is az lesz, ugyanaz a film. Itt van velünk a rendező úr is, úgyhogy ő biztos tudja. Szóval hát, hogyha valaki, akkor én biztos. Igen, minden link egyébként megtalálható a... leírásban, szóval ott meg tudjátok nézni, tehát jegyvásárlástól kezdve egyéb infókig nyugodtan csekkoljátok le, és mindenkit nagyon-nagyon szívesen várunk oda is. Szeretettel? Nagyon-nagyon, ja igen, nagyon szeretettel várunk oda is. Gyönyörű hatalmas. Bizony, és ez tényleg nem sokára lesz, úgyhogy mindenféleképpen nézzétek meg, nehogy lemaradjatok, mert egy darabig nem megyünk most Debrecenbe. Megmondtad. Darabig nem megyünk. Most egyszer elindulunk utána, hogy jó ideig nem leszünk. Egyébként nagyon messze van tőlünk, szóval tényleg ritkásan tudjuk úgy időzíteni, hogy le tudjunk menni Debrecenig. Én többet már nem. Többet már nem. Nem ezt mondtam, csak... Na, a másik ugye, hogy lehet írni Lutzon, majd olvasogatom őket, hogyha esetleg meghalok, vagy ilyesmi. Például már érkeztek is nekünk olyanok, hogy Andi lesz a gyilkos, hát nem, az első számú stream szabály, egy Murder Mystery stream szabály, hogy mindig Dávid a gyilkos, úgyhogy... Adjad már! Nem is! De tényleg így van. Ez így van. Igen, igen, másik Lutz Viki írja, sziasztok, jó játékot, vigyázz, ez úgyis Dávid lesz a gyilkos mindig, szívecske. De nem én vagyok mindig a gyilkos, ez csak egy ilyen, nem tudom, olyan, mint a Beruda háromszög, az is túl van spirázva. Közben azt is kérdezik, hogy és az lenne kérdésem, hogy a live-videókból kivághatok-e részleteket, aranyköpések, beszólások, montás, készül nálam, stb. Ilyenek. Felőlem igen, tehát szerintem én örülök, nagyon sokat szoktunk nevetni, hogyha csináltok ilyen kis montásokat a videókból, csak annyit kérek, bárki, aki csinál montást, az jelölje meg, linkelje meg be a videó leírásába, meg az elején, hogy hol volt a stream, ennyi, de egyébként pedig szívesen várjuk a montásokat. Bőzze! Ja, Kabinyó Hillel, Andi is itt van, szóval 18 plusz. Andi! Ja. Ez remélhetőleg annyira nem lesz 18 pluszos. Na mindegy, én szerintem indíthatjuk is az első meccset, ha mindenki benn van a lobbyban, szóljatok. Nem vagyok benne, én nem vagyok benne a partiban sem. Hogy Csabi? De Csabi, hát ez, volt, ez volt az elején a lényeg, hogy... Hát akkor, akkor bizony nem fogunk ma játszani. Kezdhetjük újra. Szeretnék most elnézést kérni tőletek, és minden nézőtől ezért a kis malőrért. Legközelebb jobban fogok figyelni. Jaj, Csabi. Na hát de Csabinyú. Na hát de Csabinyú. Hát na hát, de na hát. És akkor most... Hívtalak, most... hívtalak. Csabi. Látom, megjött. Megjött? Kész. Akkor lépünk be egy másikba. Mehet. De gyorsan még szépen mondom. Azon vagyok, amelyikbe belenged, oda megyünk. Úristen, izgalmas szórakozás vár reánk, gyermekeim. Jé, van egy olyan itt gyerek, akinek az a neve, hogy Bazsinho. Csabi, itt van? Meg jól látom, hogy itt van, a Lorett? Vagy csak nagyon hasonlít? Just be cool. Nem, Lorettnek Loretta neve szerintem. Igen, egyébként. Wow! 3%-kal nem lettem gyilkos. Ó, hogy én meg megint ártatlan vagyok, már megint egy ilyen erős kezdés. Na akkor most kell nézni a chatet, hogy írják el a nézők, hogy valóban a... Múltkor láttam a Murder Mystery-ra annyira, de tényleg annyira jó izét, animációt, hogy az valami jelkét. Az zseniális. De az valaki be is posztolt a live-ba, Dávid, azt megnéztük. Én voltam, igen. Te voltál tényleg. Na hát akkor... Csak tudom. Jaj, de az nagyon jó volt. Igen, azt majd, én nem tudom, vagy valamelyikünk posztolja majd Facebookra, azt mindenkinek látni kell, ez zseniális. Nem tudom, ki csinálta, talán a Hypixel csapatából az egyik... Nem, képzeld el, hogy az ilyen tök önálló srác. Wow. Nagyon sok ilyet csinál. Csinált minivalszosat is, meg ilyeneket, de ja, nagyon sok videója hát van. Most nézem, hogy itt van Dömihó a csapatban. Bizony. Dömihó! 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 Szia Bigó! Szia Bigó! Szia Jotto! Szia Dömihó! Itt a Dömihó! Látjátok, látjátok, mi van egy csöte, mit élnek az emberek? Bence nem a gyilkos. Mi? Ki a... Ha izé! Ki volt? Az nem is láttam.
Képes... Ki... Na jó, már megint a streamert. Biztos, hogy savanyú káposzta. Savanyú káposzta. Épp kritizálni akartam, pedig a gyilkos, hogy nem aktivizálja magát, mert csomó idő eltelt, hogy akarja kinyírni mindenkit, erre bum. Erre bum. Savanyú káposzta. Savanyú meg a káposzta. Nézd, csak akkor lúcsot. Savinyó. Gyanús vagy nekem. Nagyon nézöl. Én kérdezik közben Luczon. Megmutasd az arányi ludamat, Csabi. Hagyom, emberek, bocsánat. Nagyon sok Luczi érkezett, és nem fog tudni felzárkózni vele épp időben. Szóval én kérdezi, szia Ice, miért csinálod az index képeket, és hogyan? Photoshoppal, és elkezdem behúzogatni a cuccokat, aztán össze. Oh my God. Mármint a, ugye a képeket, meg ilyeneket, aztán jó, oké, okay, senki sem. Behúzol neki egyet? Mindenki ott áll a tetemednél, Bence. A tetemednél? Sziasztok, az a gyerek a gyilkos! Az remélem, a gyilkos! Mekkora az első utcom, remélem minden célomat elérjem, jó játékot, vigyázzatok, Zséda van, hát most nem ő az, hanem... Megöltek! Ó, itt a... Ujj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 
szép volt, Lorett hasonmás. Lett hasonmás. Kaptál szuper csettet. Hú, tényleg? Olyan gyorsan jött, hogy elgördült, igen. Fú, második csirke donét, mert miért ne jó játékot és jó live-ot, gumicsirke nugget írta egyébként. Köszönjük szépen, nagyon köszönjük szépen. Jó fej tőled. Na, most jó, engem fej. Kidobott. Mi itt vagyunk bent. Engem kidobott. Ne, Dávid, akkor ne. Lobby. Jó, még megzi, megnézem. És leadottam a bőrbe! És te lettél volna? Tényleg, igen. Hát de csak azért, mert én nem voltam. Igen, csak azért. Kiléptem. Az első számú szabály meghiúsultam, de vagy mindig a gyilkos, úgyhogy... Most nem voltam bent. Ezért nem lehettem én a gyilkos. Na hát. Mehet? De... Ja, én most itt vagyok. Csabi is itt van. Gondolom, Bence is jó. És bizony itt van a savanyú káposzta. De ezt úgy kell mondani, hogy savanyú káposzta. Ez mi volt? Semmi. Micsoda? 40%-kal ártatlan lettem? Na hát, hogy én... Aha, persze, ártatlan. Akkor nézzük a nézzük. Ne sugjatok, tényleg. Nézzük azt, hogy ki lett a savanyú káposzta. Ez annyira jó szó. De tényleg most... Velünk dömmi hó. Én attól tartok, Dávid, hogy most meg megint egy szót fogsz ismételgetni egész live alatt, csak most az a savanyú káposzta lesz valamiért. Hát de már ez a nevem. És akkor hello, jó napot, ez lesz a gyerekemnek a neve. Szerintem fronyó voltál. miért voltam fronyó? Tudom. Ja, mert volt egy iskolástársam, aki a fronyó volt. Reflexokban dolgozik. Fronyó. És ezen nevettetek órákig, hogy fronyónak hívják. Hol van, nincs arany? Arany szegénység van az egész pályán. Oh no. Megint elkezdődtek a gyilkolászások. Ne! Ez a... Azt mondja, hogy kattint kettőt, már megint elkezdődtek a gyilkolászások. Én? Nem én kattintottam. Hát persze, hogy nem. Ajajajajajaj. Hát akkor csak egy lehet. Lehet, hogy a savanyú káposzta. Te vagy az, Dávid? Nem én vagyok. Én aranyat vadászok. De nagy üzemben. Közben Lucan írták, szia Bence, szombaton találkozunk, megyek én is futni, hát ott lesz a Dávid is. Hú, de jó lesz! Igen. Együtt fogtok futni. Kézen fogva, Romiba. Gyere ide, Dávid! Lesz az a crazy... Ez a crazy five-os dolog Csabi lesz. Az? Csabi, te vagy az? Hol vagy? Merre mentél? Ott vagy! De tényleg te vagy az? Majd meg tudod, csak gyere ide! Ne szörök hozzá! Hol vagy? Nem már, ott vagy. Csabi, nagyon csinja! Csúnyán néz és szidja a anyukámat. Jaj, nem, a Csabi volt, megint mi? Ott van! Mi a szar? Egész még a Csabi néztem, hogy ez mit futott hátam, meg mindig képpólós az. Jó van, összejátszottam a gyilkossal. Jaj, Csabi, te kösz kivel vagy? Csabi, te tettes társ, te. Lőjétek le a Csabit! Ó, te jó ég. De most rám lő. Hát miért rám lősz? Hát rám lőtt a izé, a detektív. Hát ezek után detektív. Én is rám lőnök. De akkor meghalt a detektív, mi? Nem talált el szerencsére. Ja. Megszívta volna. Tudjátok ki a legjobb nyomozó? Nem vagyok gyilkos. Persze, összedolgoztok vagyok Bencével. Gyilkos. Szegény Csabi, tényleg Bencével. Ez a nagy szájú? Ki ez a nagy szájú? Menj már innen, félre. A nője! Ő a gyilkos, a nagy szájú! A Dávid, aki... Nője! Dávid, tudod? Tudod melyik? Tudom, és hagylám a pofáját. Tudom. Ide nekem.
Kékpóló nagy szájú, kékpóló. Kékpóló nagy is, száj. De a feje is rohadt nagy. Hol ölt meg, Csabim? Hol ölt meg? Majd ellátom, van állásspángolom, oda csapok neki kettőt. Nagy szájú, mert ez most jó lesz, figyelj. Hol vagy nagy szájú? Ez most jó lesz, ez most jó a detektív lesz. Tudja. Tudja? Igen. Oké, célozza. Célozza. Ez nagyon epik innen ebből a nézetből. Na most mit csinálsz? Igen, most barátunk. Hol vagytok? Nagy szájú, avaz! Ez az! Én akartam! Ezért lelőnek mi? Onnan. Te voltál az? Én voltam! Jól! Te vagy a nagy szájú! Én vagyok a nagy szájú! A nagy szájú! Akkor te ölti a meg engem, Hanti? Igen! Vagy ölj neki! Na jó, ezt még visszakapod, ez nagyon... Tudhattam volna már megint. De ezek az áruhák, Andik. Hát komolyan, mi vagy te Mátyás király? Mátyás király cosplayt játszott. Hát a az nem. Biztos, hogy én vagyok a savanyú káposzta. Savanyú káposzta van a bőrgatyá. Bence ismerik. Ismeritek? Káposzta. Nem ismeritek? Nem, fúj. Nem ismeritek? Ez egy filmben volt. Mi csoda? Savanyú káposzta van a bőrgatyá. Nem, sajnos ilyet nem ismerek. Nem tudom, miből idéztem. Valami film. Itt se, itt mi? Hát, no. Biztos, hogy én legalább szeretem a savanyú káposztát. Savanyú. Na mi van, te kis havanyú kisleány? Majdnem kinyitották alattam. Havanyú? Havanyú. Kaptál még egy szupercsatot. Ó, tényleg, egy Punch Animations. Köszönjük szépen. Mindjárt visszaolvasom. Biztonságba húzódok ide a sarokba, remélhetőleg nem betelmenek. Nem, itt nem merek, nem merek. Felolvasom neked? Az is jó, az is jó. Hali, most csak ennyivel tudok hozzájárulni a világuralomhoz, amúgy a PUBG Live elérhető lesz-e, és szerintem most Dávid egy gyilkos hashtag savanyú káposzta. Tényleg a PUBG Live. Köszönjük szépen még egyszer. A PUBG Live-ra visszatérve, szerintem ez az adás még nem lesz elérhető, mert ez még csak egy kis bemelegítés volt, de viszont későbbiekben feltétlenül szeretnénk meg, úgyhogy azok biztos elérhetők lesznek. De köszönjük szépen. Havanyú káposzta. Pedig jó volt szerintem, nem volt. Szerintem is jó volt. Nekem inkább ilyen gyakorlás, nekem meg így utólag. Én meg nem szedtem. Nem merem megvenni. Amíg nem lesz... Amíg nem lesz izé... Nem. Tényleg amúgy. De a GTA-val is így jártam, bakker. Azzal is úgy voltam, hogy nem veszem meg, mert a My Cinemára kell koncentrálni. Erre mi lett? Megvettem a GTA-t. Hát! Aludas mindeneteket. Hát most egy biztos egyébként nem Dávid a gyilkos. Aludas. Egy biztos. Nem a David. Nem a David. David Attenborough, My Cinema főszervezője, főszerkesztője. Hogy fekszik ott az a csajotta? Ezért valaki nyissa már ki ezt a... Mi az Istent? Ott fekszik egy hulla, egy Alex. Lol. Valaki elhagyta ezért nyilat. Nálam van a nyíl. Felvetted. Jó lesz az még jobb időkre. Az. Ugye Bence. Jó lesz az még jobb időkre. Az még jobb időkre. Jó lesz. Bence. Hol sunnyog a gyilkos? Sunnyog. Na, adom ki szónyé. És tökre örülök. Sunnyogot ki gyilkosz. Hogy ne, átmentél szidbe, ne. Nem. De ez most példám célod. Kezdődik. Hogy bemért engem a ludas kisleány. Hát a ludas. Nem vagy kisleány. Itt van a kislány. Mellik. Micsoda? Mellik. Mi van? Mellik kisleány. Melyik? A Csabi. Mi van? PLS. A Mellik. Kérlek. Csabi a gyilkos? Megint? Szivinyó. What? Ez csak nem. Ki szerint? Ki mondja? Ja, nem. Szivinyó. Előzőnek sem. Itt a malac, Dávid, itt a malac. Amit mindig tologatsz ez a pályát. Igen. Én nem mennék igen. Oda. Igen, most olyan, mintha terelni a témát egy kicsit ez a Csabinyó. Nagyon gyanús nekem ez a Csibi Csabi Csabacsári Csabacsuk. Ugye? Én? Nálam van a kard, vagy mi az a gyil? Yes. Na jó. Így, okay. Amit fölvettem. Mm-hmm. Oké, okay, Csabi. Erre jobban ásod magad alatt a fát. Lelője. Ott van tényleg a Csabi az! Ez a francba! Ez az! Jegyeztem, vajon élőttem le, vagy kilőtte le vajon? Aha. De miért árulkodnak a nézők? Nem szép dolog. Nem most nem én voltam a gyilkos. Attól, hogy csöndben vagyok, azt nem azt jelenti. Azt nem azt jelenti. Pedig ekkora szája a csöndben lenni. Itt van Demiho! Demiho!
sok sikert a tiangotokra, tanulok holnapi dogára, küldöm a... Hát az Mördö... aztán nagyon jó lesz, bocsánat. Küldöm a Murder Mysteries Energy-t és egy hiper pacsit. Szép volt Andi még az előző meccsre, gondolom visszatérve. Na hát nagyon szép volt tényleg, aki széles szájú kisbéka jól leszedett mindenkit. Milyen mi? Szép volt? Ez tényleg milyen széles szája van? Hát eléggé, meg a feje is rohadt nagy, nem tudom, de... Ezek te nagy szájú, te. Jé, hát egy Tesla tekercs! Ja nem. Na! Szerintem... Itt... Ott van a, alatta az arany. Igen, azt szedtem ki. Jaj, de nagyon gyikolya! Zongorás. Dávid az! Dávid. Megint? Miért lennék én? Nem te vagy. De mindig nem. Ő. Én savanyú, káposzta vagyok. Nem hiszem, nekem a Bence gyanús. Nem hiszem, nekem Bence. Kikérem magamnak, mivel én savanyú, káposzta vagyok. Savanyú, káposzta. Bence az. Ne menj a Lorett hasom. Lorett? Rolex. Amúgy láttam egy ilyen nagyon sárga csíkos, fekete ruhás izé volt a gyilkos, és pont a másik oldalon van most. Ha nem jött át. Csabi, onnan fog jönni, vagy innen mögül, nem tudom. Onnan? Andi! Andi! Menekülj! Andi, neked ez eddig a legcsúnyabb skined. Ott van! Ő az! Ott van! Ott! Mi? Ott! Menekülj, Bence! Ne menj! Bakker! Ez nem is egy csíkos, te Dávid! Mint hogyha nem neked beszéltem volna. Azért, mert néztem, hogy ez csíkos, és láttam, hogy ez nem csíkos, úgyhogy mentem tovább. Azt mondja, és láttam, hogy de mi, hó! Ez hát csak csíkos volt, úgy mi? Csíkos, nem úgy, mint ruhás csíkos. Néztem, és nem volt csíkos. Jaj! Jaj, jaj, jaj! Csúnya nagyon! Levi, küldi, milyen jó befeküdtek a Steve-ek! Ezért de Dömihó még életben van. Sok sikert! Ha, az a szerencse. Jó játékot! Ti vagytok a kedvenc videósim, köszönjük szépen! Calampó! Calampó, nyomozó! Ez ki írta, hogy Calampó? Bella. Bella... Az Isten itt láki ennek a... Megöltek? Meg, hát, de nem. Gyerünk! Ne! Elbújtam! Hogy örül a fejünk? Na nézzük, hova? Bármit is számít. Üha! Üha! Mondjuk ez egész jó. Hopp! 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 Na, meleg, meleg! Látod? Látod? Látod, Dávid? Most hidegszik, jaj, de hideg lesz. Hidegszik? Úgy szavattalú. Ahogy közeledünk Csabi fel, egyre meleg, meleg, meleg. Úgy már nagyon forró. Jó, kap! Kösz! Éget! Azt kell, hogy mondjam, nagyon éget! Na gyere, Bigó, gyorsan. Most már csak hát benned bízunk. Le kell lőnöd. Dömi ho! Dömi ho? Dömi ho? Ho? Merre? Dömi ho? Mennyi izé megy utána? Ilyen cucc. Melyek hívják ezt? Iránytűha. Iránytűha. A legjobb nyomozó az a Calampó nyomozó. Csabi, most te... akkor Dömi ho van életben, meg Csabi. Csabi, nem akarod levenni a szemüveged egyébként? Meg a gyilkos amúgy, csak úgy megsúgom. Jó, hát na, de na, na, na. Gyilkosunk most megy közelebb a Csabinyhóhoz. Jaj, de a másik irányba ment, jaj, Istenem. Már csak egy perc. Írták chatbe, hogy áááá, kis mikmek! Á, kis! Á, kis mikmek. Ajaj, ajaj, azt hiszem melegszik. Watch out! Csabi melegszik. A Csabi jó, meleg, hideg, hideg. Jó, Csabi, te olyan helyre bújtál, ha itt megtalál valaki, majd le a Calampóba. Amúgy, ezen frissítettek? Most jön, ez Csabi, a... most jön! Nagyon meleg, igen? Forró! Á, nem, most már újra hideg. Az iránytűjét nézi, gondolom, de az iránytű úgy mint lecik hiába. Átverte. Mint hiába. Mit sem számít. 25 másodperc? Ajjaj, Csabi, nagyon olyan, meleg. Jó vagyok. Hú, nagyon jó. Forró. Húha, nagyon forró. Köcsög. Csabi! Csabi, de itt kikap... De mi kapni? Mi a bajod a... Róla. Jó volt egyébként a... Cserépedényekkel. Semmi. Semmi. Mi a bajod a cserépedényekkel? Mézesek, mázosak. Csupor. Csupor. Ogre. Ogre? Csupor. Jaj, Istenem. De jó, hogy ártatlan vagyok. Én is, hogy ért 60%-ra is ez ártatlan. Ez most megint kamu, na mindegy. Mi? Ez most szeretek ártatlan lenni.
De sose az vagy. Az a legnagyobb kihívás. Az ártatlansági szintem hatalmas. Hát, hát! Szerintem a kismikmaknak hát. Az ártatlansági hát. Szintje az elég hatalmas. Aki is! Sáványunk, káposztán. Na majd a calampó nyomozó megoldja az ügyet. Ne vedd fel! Fölveszi előlem az aranyat. Ez mi? Dömi Csabi, hold, nagyon te. Téged akar ez a malac, megtetszettél neki. A rokony, távoli, de rokony. Oh, lol. Megszerűen utánad! Oh, no! Miért? Úristen! Jézusom! Jézusom! Hát akkor Jézusom! Tudjátok mi a dolgotok. Igen, meneküljünk. Hagyjál! Nem már! Ú, ott a fa mögött, hogy a susnyásba, hogy ne is lássam, csak ott elintézte a piszkos munkát. Susnyásba. Ki volt az? De amúgy legközelebb izét kéne látom, mert ez így neki könnyű, hogy izé lát téged. Igen, azt mondom, szerintem legyen még egy meccs, utána ürítjük a lobbit, meg felveszünk áruhát, és akkor, hogy még ez kisebb lesz. Camouflage. Én nem tudok felvenni áruhát. Hát akkor vedd le a szemüveged, vagy nem tudom. Vagy csak... Fél Csabi, ezután a live után... De vedd le! Nagyon csúnya vagy. Ezután a live után szerintem írjunk már egy e-mailt a Hypixelnek a nevedbe, jó? Már egy éve megírtuk Andi, csak nem küldtem el neki. Akkor még egy meccs, Bencim. Még ez az utolsó. Bencim. Remélem, Bencim. Nem te leszel a gyilkos, Bencim. Én nem. Tudjátok, hogy én 70%-ra is ártatlant kapok. Na tessék persze. Megint. Na most én lettem az ártatlan. Én is ártatlan. Én eddig egyszer sem voltam gyilkos. De most? Most se. Egyedül Csabi lett az ártatlan. Én tényleg az vagyok. Hát Vér úr, én ártatlan vagyok. Persze, annyira vagy ártatlan, mint a Dávid. Ó, te kis vigyorgó! Jaj, Andi, nagyon gyanús! Ah, de nem ő volt! A WC-be gyilkolt! Meggyilkolt a WC-be! Beestem Andit! Elbújok. Beestél a WC-be? Meghaltunk. Igen, de nem mondjuk el, hogy ki volt a gyilkos, mert az emlőség lenne. Mondd már ne. Az a lényeg, hogy Dömi a közelébe volt az előbb. Azért megvan a detektív, hogy ki a detektív, azt már látom. Mi van, hogyha csak 10 aranyad? És akkor mi van, hogyha megvan a detektív? Na akkor mi van? Kilőhetünk hát, egy embert a 10 akárhány. De nem fog. 13-ból mínusz 1. Olvasod a közben egy kis luccot? Persze. Olvasod. Sziasztok, most jöttem haza edzésről, és azonnal kattintottam, illetve, hogy Dávid meg Dömi Hó lesz a Sid. Hát Dávid már volt. Én nem voltam még gyilkos ebben. Sid. Sid. Meg már voltál. Ja. De ki a gyilkos most? Hát ezt nem árulhatjuk el. Nagyon követi a Istenem! Ki lehet az ilyen? Ez így egyelőre nem túl biztató. A Dömi Hó az zöld pólós? Nem, hát nem ismered Dömi Hót. Nem tudom mi a skinje. Dömi Hó fekete! Mert a póló, ami rajta. Fekete. Ugye ezekkel a kijelentésekkel, Dávid? Tudod, hogy... Igen. Dömi Hónak a karján van egy Rolex óra. Kell nekem egy Rolex óra. Állandóan mosolyog. És fekete a pólója. Onnan fogod őt megismerni. Akkor megvan. Ilyen furcsán mosolyog, ugye? Olyan félrehúzott száj. Bence, jön utána! Nagyon fordul hátra! Hát a Zsák utca volt, két szék megállított. A gyilkosnak olyan farka van, mint neked, csak neki sárga. Hajjaj! Wow, tényleg. És mind a kettő lány! Ez most valami rasszista poén volt, hogy neki sárga vagy mi? Nem. Ennek ugyanolyan a farka, mint a... De egyébként lehet, hogy... Nem ugyanolyan, az enyém nagyobb. Na, gyerünk! Az igazságot csak a Bence tudhatja. Miért nem lőtte le? Mert nem egyébként volt. Egyébként egyébként is egy joga. Ágy van a hátán. Mi van a hátán? Ágy. Nem ágy van a hátamon. Neked van ágy a hátadon. Miért lenne ágy a hátán? Na lépjünk. Nézd meg majd. Tehát egyébként te mondtad, csak mindegy. Jó, legyen egy... Hát meg egy stream party ürítés. Itt vagyok, itt vagyok, igen. Abból tudom, hogy mindenki toporzék, amit az állat. Jó. Helyes Csabi, helyes. Sok lábdobogás. Lábdobogás. Arra emlékeztet, mint amikor Bence a pubba fut mezit. Olyan hang. De ott mezit láb kell menni, mert különben nem leszünk elsők. Ez így van. Miért kéne mezit láb menni? Hát most elkezdődtek a gyilkolászások? Nem, csak bénák voltak, azt leestek. Mint a pusztulátum.
pusztulát. Én nem merem ezt megugrani. Pusztulátum olyan, mint a granulátum, csak nagyobb. Mit jelent a pusztulátum? Igen, amit Dávid mondott. Ő mondta. Ne ellopta az aranyamat! Nem tudom, valamelyik irodalmi izébe tanultuk, hogy pusztulátum. Volt valami ilyesmi, és akkor ott mondta a tanárnő, hogy pusztulátumat írt. De nem tudom, már lehet, hogy nem az, csak valami nagyon hasonló, csak ennyi maradt meg, hogy pusztulátum. Kaptam 150%-os blindness, de nekem nem változott semmi. Ez lehet, hogy a shader miatt van? Cheater! Szerintem wow. Meg kellene innod, nem? Megittam. Ja. Hát azért kaptam. Igen, nem tudja az, hogy azt kaptam. Nem tudom. Szerintem cheater. Amúgy tényleg mekkora cheater vagy már Csabinyó? Hát de miért mászol rám? Te! Leestél vagy megöltek? Úgy néz ki, mint egy Iron Golem. Azzal én már párszor elmentem mellette, szóval. Engem akart kinyírni, biztos azt hitte, hogy nálam van a live. Vagy csak mindig te vagy a gyilkos, tudod, és most így bosszút akart állni rajtad. Miért akart volna bárki is? De ez most minek jó nekem? Uii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 i
de ilyen könnyű fölmenni. Még egyet toljunk ezen a pályán. Hát ezt most itt találtam egy olyan helyet, hogy hűha! 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 Iron Golem való itt járt. Iron Golem. Iron Golem! Ott a kardos, a fehér ruhás! Itt a detektívnek az ilyen, de jó? Ott az Iron Golem! Lőd le! Csabi, vigyázz! Mit mondtam? De mit mondtam neki? Mivel lőjem le, szerinted? Mit mond? De akkor miért nem futott? Csabi! Hát azt csináltam! Dávid! De belassult a karakter. Belassult. Nem volt kedve futni. Mitől lassult be? Nem volt kedve futni. Túl sok potit ittam. Megálltad. Nem volt kedve futnia oly nagyon. A Csabinyónak úgyis nagy melege vagyon. Hát, Murder szíveik fekete szívében. De te bent vagyok partiba? Bent vagyok, persze. Ja, csak más neved van? Igen, most áruhában vagyok. Úgy kergeti a nyájt a Murder Mister. Biztos valami kis csaj vagy már megint. Egyébként nem szóltam volna egy teljes meccs alatt, hogy én nem játszok. Murder Mister. Tudom én. Tehát el vagyok a lobbiban. Murder Mystery-ben még... Tudom, hogy te olyan csendes kisfiú vagy, úgyhogy nem szólnál ilyesmiért. Na mondom, Murder Mystery-ben még az embereket kergeti, ő addig kardjával a fülbe hevereszti. Hevereszti. Mi? Hát küldönök nem menj el, Dávid, mert elég... De nem, várjál. Ja, jön a folytatás. Akkor kezdem újra. Na. Ne már! Meghalt a detektív. Ajzé, a zöld kígyó ember, vagy ki az? Kígyó? Kígyó emberek! De ő volt. Jaj, bakker! Zöld kígyó ember. Aha, zöld kígyó ember. Jimmy Ho! Zöld kígyó ember. Na. Tüzesen süt le a Murder Mystery-re. A falu végén. Vigyázzatok akkor a zöld kígyókkal. Nem, hogy van? Várjál, tüzesen süt le a nyárjának. Hát nem így. Azt a te élő. Ne, a Murder Mystery map tetejéről a Csabi arcára. Hát ez elég fura. Mert még nincs vége. Mikor lesz vége? Melyik a gyík ember? Az ő. Márja. Össze kell raknom, mindegy. Live végére megírom, meglásd. Live végére megírom. Ez lesz életem munkája. Mennyi hulla! Azért jövök ide, mert a gyilkos úgyis visszatér a helyszínre. Csak nincsen nálam semmi fegyver. Szevasz! Úristen, már nagyon kevesen maradtunk, basszus. Jó, hogy elbújtam. Nem ezért Juli Piget kéne eltolni a Rome Epichez, hanem fordítva az úgy hősies. Jaj, ne! Hogy te gyíkember! Jaj, ne! Az angol királyné is gyíkember igazából. Fuss innen, csúnya! De ezt te honnan tudod? Mit? Hát ezt, hogy az angol királyné is gyíkember. Hát ez tény, Csabi. Tudom, csak hogy... Leestem. Begugoltam a sarokba. Én itt el vagyok. Szóval valamelyik kis csaj vagy. Ha megint fény terült a titkomra. S mindig kislány vagy. Mármint nem. Andi. Hogy? Mi?
Amikor Minecraft-ban Murder Mysteryzik, akkor mindig kislány lesz. Na persze, mondod itt félrejtető. Meg kéne kerestem igazából az íjat. Minek neked az? Ne lőjem a gyíkembert. Na hát, várjatok. Most megírom azt, megírom. Meglásd. Most a kajak verset írsz alá egy közben. Igen. Igen, várjál. Már megvan kettő sor. Tűha. Petőfi is így kezd. A következő, oh. Figyelj, jön a következő fordul. Jó, tudom, látom. Ja, igen, újabb fülesem egyébként, igen, jól valaki, vagy hát többen is látom, már az ott írták, kiszúrták. Jaj, hát nézd meg, csak nem egy álszent, innocent. Na kösz! Úristen, milyen? Hogy néz ki? Csabi! Úristen, hát erről lövök egy print. Hát ezt nem hiszem el, hogy néz ez ki? Mi? De megint leestem, a legelején. Meghaltam. Ki nyitja ki azt a rohadt izét? Most mindenki ide gyűjt, nem áll? Hát, srácok. Vigyázzatok, mert én már meghaltam. És akkor miért vigyázzunk? Hát gondolom... Mi még nem leszünk azok. Addig jön kísérteni, figyelj. Ez nagyon jó, nézzétek! Addi, nézd meg ezt, hogy néz ki! Hát nézd meg! Mit találtál? Nagyon csúnya! Nézd meg! Nagyon csúnya! Dávid, halló! Mi van? Mi ez a skin? Hát ez skin. De nagyon csúnya! Kicsoda! Friskies 10! Friskies... Jaj, nagyon ronda! Úristen! De még a haja is eláll a fejétől! Van egy olyan érzésem, hogy valahol itt lesz a gyilkos is. Baker, te vagy az! Nem. Vigyázzatok hogy a gyíkemberre! De a gyíkember most volt? Mindig a gyíkemberek azok. Mindig a gyíkember a gyilkos. Jaj! Ez melyik volt? Csókolom, hát ez melyik volt? Te voltál a detektív, vagy mi a szar? Nem, én nem voltam detektív, lelőttek így. Na, folytatom tovább a írományomat. Én tudom, ki a gyilkos. Én azt nem tudom, ki úszta meg azt a kart, amitől leestem oda. Hát lehet, de bakker! Azzal is meg tud téged ölni, hogyha láttam, hogy közelített három ember felém, hát, és akkor erre nem tudom. Nem hiszem, hogy az van, volt. Azért nézett ennyire. Picsbe. Hát ez szíves. Ott a... Ez a... furcsa, színes, mintás, kabátos a kis gyilkos. Ja igen, nem tudtam közben elmondani, csak már látom, megint kérdezzük. Mert Dávid közben üvöltött valami teljesen értelmetlenet, hogy egy G430-et cseréltem végül a headsetet, mert az előződ az már egyszerűen szará volt használva, szóval nagyon-nagyon idős volt, és már mindenhol szétesett, ahol csak szét lehet, hogy essen egy füles. Az egyébként egy G35 volt, és az se volt egyébként, azt is mindenkinek tudom ajánlani. Csak hát az idő... Csak ne ásítsatok vele. Ja igen, egyébként úgy esett szét, hogy egyszer gyakorlát ásítottam, hogy így kiakasztottam itt fent, és így leszakadt az egyik oldala. Az állkapcsommal. Szóval fáradtan ne használjátok. Ez a gyíkember skin, ez szerencsét hoz nekem egyébként, most ez nem jött be, de... Most ez egyszer nem, de egyébként meg... De az előző meccs az annyira smooth volt. Én voltam a gyíkember, igen. Annyira smooth volt, nagyon jó volt. Jó, én meghalt végül. Dávid költ, nagyon költ. Igen, éppen nagyon benne vagyok amúgy egy most. Halljuk! Várjál, még egy dímet, hagyj még egyet. Nem megyünk ki a lobbyba? Gyorsan egy ízén, négyet dímeteni, vagy? Ezt mi toljuk már le akkor szerintem. Szerintem magas a százalékot, hogy gyilkos legyél, mi? Nekem? Csabi. Nem. Nézd már! Hát végre lettem valami, ami nem ugyanaz. Hol van az a nagyon csúnya? Én azt akarom, hogy ő legyen a gyilkos, az a nagyon csúnya.
Itt van? Melyik? De játszik a Friskis 10. Ki az Isten, az nagyon csúnya. Ó, bakker! Jó. A Friskis 10 volt? Ne, megint szedtem egy Steve Skin-es. Vagy nem tudom akkor igazából. Akkor az nem a csúnya. Alex. Hol van? Ez Alex Sex. De most bakker, az a gond, hogy ez az Alex Skin-e 1 millió. Má! Igen, igazából ez a legjobb árva. Kiestem. Andi, te vagy az Iron Golem? Nem. Olyan nincs is benne a akkor miért nevettél ki? Szemrebben és nélküli kamuzást, amit itt lenyomott. Akkor azért nevettél, mert látod, hogy leestem a... Le. Igen, nagyon megnyugodtam, amikor mondtad, hogy te vagy egy gyilkos, és itt kint... Én nem mondtam, hogy gyilkos vagyok, hé! De volt egy alkalom, amikor megint nem kellene, hogy jaj! És akkor is itt voltam, és mondom, ó, Csabi a gyilkos, úgy sem tud parkörözni, úgyhogy ezt megnyertem. Na jó van, Andi! Na jó van! Közben csak simán izét csatára kérdezik, hogy Bence már játszott veletek? Igen, lehet csatlakozni, a következő meccsben ürítjük a streamlombit, és aki tud, az befér, és tudjuk nyomni akkor a következőt. Bence, te ezt honnan tudtad? Mármint? Ja? Vagy én voltam. Nem tudom. Most úgyis ürítés lesz, úgyhogy whisky nem lesz, meg nevem. Ez az én titkom. Aki nem bonyolult, csak... Na, ha akkor most akkor látod lesz. Egyébként. Ja, hab. Na, akkor húg. Lobby vagy mit ír? Simán lobby, nem? Ja. Meg kell nyomni az ágyat! Na jó van, itt vagyok. Majd szólj, hogy hívsz, Bence. Már hívok is mindenkit. Egy Csabinyó, egy Dávid, egy Doggy and the Dungeon Cellar, és én is változtatok egy Nicket. Micket! Mik! A kis Nick! Nick-mak. 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 Mikki-nikkiri. Várjál! Ja, ugye kész a költemény. Várjál, még írom. De közben kezdhetem? Igen. Persz. Jó. Na, bedobott mindenkit. Fű. La 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 la
Megítártatlan vagyok. Oh, yeah. Én is. A szívedet beléd már. Ártatlan, szentelen kis fiúcska, hogy eljátsz, hogy ő az ártatlan, az közben mégse. De tényleg. David. Igen. Ó, valaki már meghalt. Jaj. Helyes, csak így tovább. Szeretem az ilyen munkamorát. Valakit kinyírtam? Ezt nem... De azt... Most komolyan végigkövet! Végigkövet csak azért, hogy utána odajön és haha, megöltem. Hát ez nem volt poén! Ez nagyon nem volt poén! Jó, neked ez az nagyon nem volt poén! Leiratkozom indult, róla! Hogy leiratkozom! Hogy kiabál? Csúnya! Mindegy, folytatom akkora. Ő akarta, befejezem akkora verset. Jó, ő akarta. Csabinyó a gyilkos. Csabinyó nyitogató. Kar megjelent a pofám előtt. Én, igen. Ott a kardos! A sárga pólós! Furcsa! Igen, egyébként ahelyett, hogy rage-öltél volna, de egy kicsit segítettem volna. Nem mondom meg, nem rontom el a játékotokat. Akkor Csabi, rajtad múlik a világ szeme. Vagy mi? Miért? Hát minketen vagyunk. Én is élek, köszi! Csabi! Mellé! De ez ki? Melyik őtök az? Andi? Igen? Te vagy az? Nem! Persze. Csabi! Jó, túlélted. Ez ki az a... Melyik őtök az? Hát én... Andi nagyon csömbben van, az ő, nem? Nem én vagyok! Dehogy nem. Mi? Dehogy is! De tényleg nem én vagyok, most az ilyet keresem. Föl tudjam venni, de nem találom sehol. Jó, biztos nem ő, mert itt van konkrétan előtte az így a szemed. Megoldottam, én azért ugyanott leestem, ahol nekem! Az igen, tehát hogy ezért nem te vagy, mert hogy a gyilkos előtt ott van az így. Komolyan ilyen baksi. De az gyilkos nem tudja felszenni az íjat. Föl tudja. Nem tudja. De, fel tudja, nálam is az előbb úgy volt, mikor gyilkos. Azért, mert meg volt a 10 arany.
Azt nem tudom. De a detektívnek az ilyet ezt nem tudja felszenni. Dehogy nem, azt vettem föl, Bence. De az nem lehet. Dávid, te mondom, expert vagy, mondom. Neked tudnod kell, fel tudja gyilkos venni mit? A... Mit? A detektívnek az ilyet. Persze, és akkor mi értelme lenne a játék? Na ezt mondom én is. De Bence, én nem. Szándékosan biztos, hogy nem vettem kardot. Azt mondom, hogy kell. De mi? De zero beszéltünk. Vagy nem kardot, na, mi az? Ilyat. Nem tudom, hogy kell venni. Ha megvan a 10 arany, azonnal megkapsz egy ilyet, vele egy veszőt. Automatikusan? Igen. Ja. Ajajajaj. Csabi. Jó, hát én nem értek ez. Nem. Várjál, még írom. Andit, bármilyen elruhát felvesz, én a mozgásodról már megismerlek, hogy te vagy az. Ez egy jellegzetes arctartás, vagy mi? Arctartás. Mi? Arctartás. Hogy ilyen mereven sétál előre. Kislány. Milyen kislány? Hát, milyen kislány? Na, csak nem féltékenység. Adi, te maradtál utoljára. Igen? Aha. Tehát bármi mozgót meglátsz, azt lőd le. És mondjuk nem a disznó ott lent, hanem... Most miért nézel ki ilyen rosszakat belőlem? Jó, nem azért, csak... Dávidra gondoltam, hogyha mondjuk ő lenne. Oh yeah! Ez az szép volt. Hát szép. Érdekes, mióta a Dávid versetén milyen csönd lett. Igen. Na! Tényleg így van. Várjál, hát bakker, hát nem nyugalom. Lehet így írni, hogy igen, így nem lehet alkotni. Várjál. De miről szól az a vers, Dávid? Ez nagyon jó vers lesz. De nagyon, mi? Nagyon, na, ez rólad szól, Csabi. Rólam. Rólad szól, és a Murder Mystery-ről. Jaj, félek, malac. Nem kell, nagyon jó leszem malac. A stream végére talán el is készül. Lehet. Stream végére, úgyhogy mindenkinek ott kell maradni amúgy. Akit érdekel, Dávid vers. Mindenképpen várjál. Akit érdekel, annak itt kell maradni a végére. Azt aki nem tudja, aki nem. Dávid, az... Ne, kérlek, ne. Dávid, egy gyilag. Ne. A fobá, csak nem megöltem a Detót! De mindig Dávid az! De miért mindig? Életemben egyszer! Hoppá! Életemben egyszer, ez is... Életemben egyszer! A kamuzós mindenedet te... Aki tudja, aki nem tudja! Ákis! Ákis! Mika Maka! Szóval, melyikötök volt az, akit akkor idejött és... Erre eldobtam a kardot, hát ez jó volt. Ez egy jó kör volt. Na, szóval melyikőtök volt az, aki követett, lekövetett és aztán meggyilkolt? Hová lett mindenki? Úgy eltűntek. Hát tényleg, nem látom. Mindenki tőled fél. Hoppá! Hoppá, ennyi vagy kisanyám! Meg is pusztultál, úgy kell neked. Felszedtek az ilyet? Hopp. Ja, aha. Ne! Ez az! Ez az! Szép volt. Amúgy hat ember maradt csak. Ki élte túl itt a pajti között? Én? Hát persze, hogy te! Hát én, hogy Csabi. Én? Hát persze, hát... Kire már? Na jó van. Na jó van. Folytasd a verset. Nem, az csak akkor, hogyha meghalok. És most murder voltam, szóval most ki kell, túl kell élnem. Most mi vagy, Dávid? Most mi vagy? Most ugyanaz. Á, persze. Mint voltam ezen ugyanaz. Néhány körre. Én vagyok az a huncut. Csak aki a huncut nem vagy. A huncut kis zsédav. Nem ez volt a gyilkos? Ez a fekete-fehér ruhás türkiszkék szemű? Még nem halt meg senki, azt ugye vágott. De nem, mintha elővettem volna karra. Mindenki ide gyűlik köré, engem néznénk, csúnyák. Mint egy mányson. Szokj hozzá. Aj, nagyon, ne Bencém! Azt honnan tudtad, hogy az én vagyok teljes? Hát úgy, hogy az előbb is téged öltelek ja, meg, tényleg, mondjuk, én akkor elkiabáltam magam. De meg félre lőttem, úristen! Ha, nem tud megölni, mi az Isten? Mi? Lehet kegyes hozzád a sors, jó? Hát tényleg kegyes volt, láttam, hogy ütögetett. Ki volt a gyilag? Hát ez az, Csabi, ez örök kérdés marad. Lehet, hogy benn maradt valami God Mode Hack, vagy valami ilyesmi. Persze!
De tényleg olyan volt, vagy hogy nem, vagy csak, az csak a gyereknek a karja volt? Én már nem tudom. Hát, én azt tudom, hogy vannak hosszú meg rövidkezű emberek a Minecraftban. Tehát, hogy amikor mi valaki olyan messziről elcsap téged egy sima karda, mint hogyha ilyen lőne... Úgy hívják, hogy Kill Laura. Ezt úgy hívják, hogy hosszú kéz. Milyen Laura? Kill Laura. Kill Aura. Ez olyan, hogy tök messziről is képes sebezni. Fú, kill de Laura. Szoktam gyűlölni amúgy. Kill Aura. Kill Laura. Nem Kill Laura, hanem Kill Aura. A legveszélyesebb mod. Laura. Kill Laura. Hoppá, de kinyitottam! Csak én nem esett le senki. Hát akkor ez jó volt. Sidi hüle egy picit. Valaki ezt írta? Az anyját, ebben még soha nem haltam bele. Kinyitották alattam a csapójajtót. Csapójajtó. Ajaj, mi ez a kancsali ember? Jézusom az a szem! Jesus! Milyen szeme van? Lent vagy, hogy hol vagy? Hát itt szalad. Izé, T betű van hát. Elopja az aranyaimat, adj már ide! Nem kell. Ez te vagy, Andi! Nem én vagyok. Biztos? You no. Win! Jó, hát én nem is láttam a gyilkost, az így jó. Én is tudom. Hát... Jó van. Na miért jó, mondod azt, hogy az összes hülye skin az enyém? Hát, nem is tudom. Mert te vagy olyan kis hülye. Szólok a Bencének, hogy lehülyéztél. Benci. Bence meg nem szól semmit, tudja az igazság. Az a baj. Mi? Nem, azért nem szól semmit, mert nem kap vacsorát. Nem akar. Hát akkor szólnia kellett. Igen, olyan. Igen, hogyha vacsorát akarok, ja. Akkor épp, hogy ki kell állnom. Ki kell állnom magamért? Te kis baga méri ki a fagylaltját, maga méri, jaj, igaz? Nem szerettem azt. Nem szeretted? Nem emlékszem, hogy miről szól. Ez biztos, hogy a kis Bencéről, aki a fagylaltját maga mért. Egy ilyen alternatív univerzumban élsz. Istenem, nagyon rossz. Oké, kikészülök, mert írom a verset, és akkor jönnek a rímek, és egyre borzalmasabb. Egyre rosszabb és rosszabb. Jaj. Biztos jaj, fel akarod olvasni ezt a stream végén? Hát ezt sajnos föl kell. Ezt jó. Nem föl akarom, ezt föl kell, Bence, sajnos. Az emberiség sokat köszönhet majd neked. Igen, aztán majd benne lesz 2 év múlva a tankönyvekben. Ja, az irodalom tankönyvekben, mint kötelező vers. Igen, de milyen jó lesz, és akkor valaki holnapra nem tanulja meg a Csabinyú. Vesse, nem tudom. Na mi lesz a címe? Akkor áruld már el. Nem tudom, hát a János Csabinyó, mert ugye a János ütéz az alapján. Ojjaj! Csabinyó. Ha megvan ki a gyilkos. János Csabinyó. Csabinyó. De milyen címet nem tudták volna kitalálni. Csabinyó. Jaj! A fülem merül elszállt egy kard, ez normál. Jaj! Mi van, Bencém? Nem tudom. Épp ez az, hogy nem tudom. Tudod, mit csinálhatsz most? Szerintem most méred ki a fagylaltodat. Méred te ki a fagylaltodat? Mert itt van megjött Ice Blue Birdke, ki fagylaltját maga mérte. Ki nagy kardját... Maga ér. Maga... Jaj. Magába véste. Ezt nem az, mi van? Színes arcú! Csaminyó! Jaj! Ne. Nyugalom, csak óvatosan azzal az íjjal. Ah! Kis mikmak. Kis. Elesett a legjobb katona. Akkor az azt jelenti, hogy mögöttünk jön, vagy nem? Miért jelenteni azt? Azért, mert nem a detektívnél volt előbb az íj, ez a színes bőrű. Vagyis mindig az... a detektívnél van az íj, amúgy csak megsugom neked. Mármint, hogy úgy, hogy nem ő volt a detektív, akit láttunk? Szerintem itt van megjött Bagaméri. Ki a Bencéjét maga? Jaj, nem, most ez lesz a szlogened? Nem, hanem az, hogy... Nem igaz! Nem lőtt el a kardot! Miért nem lőtt el a kardot? Eddig egyszer sikerült lecsapnom. Ki volt? Nem a kardot. Mi az? János vagy, te nekem Csabi? János vagy, te nekem Csabi. Kislány. János. János. Ez a csodában, nem? Hát egy János bácsi. Nekem is van egyet, Bence, gyere, mutasd meg neked, milyen van ugyanolyanod nagyon szép. Nem, micsoda? Hát nyilad. Most egymásért mutogatjátok. Gyere, Bence, mutasd meg. Neked vagy jobb az íjad, mint az enyém. De ezt elintézzük a WC-be, jó? Mi? Semmi. János vagy te nekem, Csabi, nagyon. János vagy te nekem. János vagy ti nekem, nagyon. Ott van, csak elrontottam az ilyen. Melyik az?
Ott van, csak elraktam az ilyen. De melyik az? Egy kékhajú kislány. Mindig ezek a kislányok, a huntutak. Szerintem Bence a kékhajú kislány. Nincs is olyan kékhajú kislány. Hol van? Jaj, meggyűlöttem. Gyere, de szépen kékhajú kislány! Hol vagy kékhajú kislány? Ott van. Szid visszatért. Kékhajú. Hoppá! De sznájpoltam a kislányt, a kékhajú kislányt. Jó, volt, jó volt. Tényleg egy kicsit színes bőrű. Na, hát, de Csabi, jó. Én nem mondom. Mi? Semmi. Istenem már, Istenem! Annyira jó vagyok, túl jó vagyok ebben a játékban, lobbyba. Nem? Mákos vagy inkább. Mákos vagyok. Mákos bácsi, a csatába. Mákos vagy te nekem, Csabi! Mákos vagy te nekem, Csabi. Sőt, Csubi. Mákos Dávid. Hívok újra mindenkit, okes? Ja, akkor előre. Mákos vagy te nekem, Csabi. Hát akkor lobby. Hát akkor lobby. Csabi. Jajjaj. Na, valami fog esni. Igen. Andi, le fog esni? Én mindig. Áru, ha meg lesz. Oh yeah. Ebbe biztos. Biztos észrevehetetlenül eltűnök. Dávid, Andi csatlakoztál partihoz? Én csatlakoztam. Én már igen. Akkor jó. Nem tudtam nevet igen. Meg kint változtatni. Ó, Andi, most kint lesz a saját skinedbe. Nem saját. Csak az maradt előzőben. Ugyanaz. Csabi, úristen! Úristen, de csúnya vagy, Csabi. Nagyon ronda. Miért vagyok ron? Mi? Lánynak a haja belem, hogy is hívják, mörgyölődött a skinedben, belefolyt. Mörgyölődött? Ó, három arany. Jaj, ne eszembe jutott egy rím erre! Jaj, ne! Jaj, gyorsan beugrom a WC-be leírni. Ez bolond. A nyugalom temploma. Ez az, most elárultad a gyilkosnak, hogy merre vagy. Ki az, Bence, mondd? Egy lány, de nem tudom milyen. Na tessék már megint a kislány! Szerintem gonosz, hogyha megölt. A szokásos csíkos. Mindig a gyíkos az a csíkos. Csíkos, gyíkos. Én is csíkos pólóba vagyok most érzem. Csabi! Mi az? Hogy az összes aranyat felszeded előlem, de most már komolyan. Nem! Megölt! Hát csíkos ez... kislány fejű. Ez nagyon-nagyon tömegmészállás most. Náááá. Pedig ez... már volt 8 vagy 9 aranyom, Andi. Képzeld. Hát igen, nekem is lett volna. Úristen. Rossz helyen voltál. Rossz időben. Szerintem ez, hogyha most nem történik valami csoda, akkor ezt a murder megnyeri. Ah, igen, a murder. Csíkos. Csúnya, Csabi. Miért? Nem tudom, ezt titek csetön. Nem vagyok. Nem vagyok. Hallod? Ez az announcement, ami most megérkezett a csetön, ez kifejezetten neked szól, Dávid, ha több god módot használsz. Mit? Miért kezel? Ja, ez én vagy zsöksz. 17 000! Az nagyon sok! Hát 17 000 embert, hogy egy kezemen nem tudnék megszámolni. Hát ez valószínű. Hát csak nincs sok újad. És ez csak 7 nap alatt bannolták. Múltkor voltam egy ilyen születésnapon egyik családtagunknak, és ott elhangzott a nagymamám szájából egy olyan örökérvényű igazság, hogy lehidaltunk, tehát azt mondta az ünnepetnek, egyszer mind megöregszünk. És ennyi. Tehát vártuk, hogy tovább mondja, de csak ennyi. Egyszer mind megöregszünk. És milyen boldog születésnap, hogy igen, idős vagy már, közel a halál, közel a vég. Én megnyertem amúgy, és csak a WC-be írtam a versemet. Ez biztos, tehát egyszer mind megöregszünk. Közel a halál, itt a vég, egy évvel közelebb kerültél hozzá. Milyen érzés? Te gyakorlatilag ezt így. Ennek örült? Mondod nem. Erre? Ennek örült? Van egy kalóz? Köszi, Nagy. Jó, megtrollkodt, Filedi. Hihetetlen, én ebben az egész meccsben egyszer se leszek murdered. Aha, szóval most lesz vagy. Ne! Otto. Mindig, mondom, 70%-ra az innocentet kapok. Csak nem tudom, hogy most milyen skined van. Já, nincs aranya. Kitől kell félni? Nem tudhatjuk. De biztos valami kis csaj vagy megint. Én azt fogom csinálni, hogy megöröm a mördőt és elvesztem a kardját. Na. Na. Ah! 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 Ah!
Azt hiszem, hogy nem sikerült. Nem sikerült. RIP, izéi, headphone users. Bence, te voltál? Én nem. Nem is tudom, hogy valamit mondok. Bakker. Te vagy a Bence, akkor? Ja, nem. Csak na, persze. Izé, majdnem eltalált engem is a gyilkos. Persze. Már mi az, hogy eltalált? Ja, nem az a tettek. Miért? Majdnem elestél? Vagy mi történt? Hoppá, csak lebuktam. Nem baj, most már nem állíthat meg senki. Örök pusztulásra ítélem ezt az egész földet. Csabi, vigyázz! Csabi, hát egyházak. Csabi, nincs esélyed. De... Figyeld, a káposztára megy a disznó. Szia! Csaba, nyújt káposztára! Szia, mi az? Szia! Ne! Te voltál? Milyen? Igen. Milyen skilled van neked megint? Ez az, hogy most nem tudom elmondani, hogy most... Zöld elf vagy. Ajaj, gondok vannak. Zöld elf vagy. Nincsenek, jó. Mondom, zöld elf. Én azt hittem, hogy lány, de igazából fiú. Hát, mai világban ezt már nehéz megkülönböztetni, ez igaz. Hát bizony. Erre van valaki. Hello, kukucs, itt valaki a kép mögött? Senki. Ennyi hulla fekszik itten. És itt a izé nyíl. Így. Akkor szólj, ha valaki közelít felé. Hát, nem szólok. Nem fognak-e segíteni? Ha. Nagy vagyok. Nem? Hello. Szia. Szia, fehér ruhás. Hello. Szia. Állj meg egy picit. Állj meg egy picit. Itt vagy mögötted. Mint a TF2-ben a Spy úgy dolgozok. Mint a... Micsoda? Spy. Tudod a game? Tudod, aki át tud változni más karakterekké? Tényleg egyébként, rendesen úgy működünk. Igen. Mint az izén a Máshol a színpadon, mikor ki kellett találni a sziluett játékból, hogy melyik TF karakter van rajta. Dávid, ez veled volt, nem? Micsoda? Az a sziluettes játék, a Máshol. Igen, és mi és volt? A TF-es karaktert is így mondom, hát nem tudom, a Spy, és így rosszul volt oda írva, és tényleg Spy volt oda írva, nem azok... Az oda volt írva a Spy, és hát végülis mindegyik lehet, nem? Jó, úristen, de kis igen, úszta ki. Oh, szívroham rám jött. Oh, úristen. Hé, hey, valakit el... Hol hagytam? Egy ártatlant elhagytam, de merre? Egy percen van még megtalálni. Na hát sok sikert megtalálásához. Sok sikert. Felmentek a sarokba, vagy hol lehetnek? Bakker, 60 másodperc. Simán az valaki nem ismeri a TF2-t. Te nem ismered a TF2-t? Hát gondolom ez a Team Fortress 2, nem? Igen. Bizonyám. Fú, nem hogy ismerem, de ne rohadtul. De tudni nagyjából a karakterekkel tisztebb vagy, nem? Semmit nem tudok róla. Egyáltalán. Fingom nincs, kik vannak abban, vagy mik vannak. Mi is csak egyébként keveset játszottunk velem. Nem tetszik az a fajta játékstílus, hú, nagyon nem. Bakker, egyszerűen nem találom. Na mi van? Így elbújt. Hello. Lol, te disznó. Na, nem én vagyok. Teljesítmény. Na. Na, de nem vagyok disznó. 15, 14, mi, 13, oh, 12, 11, 10. Oh, jó. Ez az, te voltál az, vagy ki? Nem. Csak visszaszámoltam, hogy egy kicsit nagyobb legyen rajta a nyomás. Hú. Ja, és akkor most? Új? Megint vagy? Menjünk lobbyba? Nekem ne, szerintem kérdezem. Még egyet játszunk is. Jó. Gyanús vagy, Andi? Nagy az esőre, hogy detektív legyek. Aha, nekem is. De miért nem adja be a gyilkos, amikor 7%-os? 7%? Na jó van, mindjárt befejezem, már tényleg hentes mindjárt befejezem. 7%? Hentes. Hentes levágja, mint hentes a kocát. Nem, kocá. Ez Dávidnak nem tetszett. Tényleg, akkor nem is csabényhó, hanem kocahó. Cocahó. Cocahó, na ide jobb. Cocahó. Á, kis Csabi. Dömihó után szabadon cocahó. Cocahó. Csabi, gyere, bújjunk arra a nagyon jó helyre, ahova múltkor is elbújtatok. Én ebben nem bíznék. Én nem vágom melyik helyre.
Hú, de megijedte ez a kis Jampedli. Jampedli? Csámpó. Stompedli. Nagyon gyanús vagy te nékem, Csabinyót öld meg kérem. Az a gyerek nagyon gyanús. Ó, valaki nézd, küldött Lucot, Csabi király, Murder király lépeget ártatlan lábán. Hadd látom, úgymond mennyit ér a murder tartomány. Na, mit szólsz az a murder tartomány? Hát az ennyi mennyire nem lesz jó. A végét nem értettem. Lépeget a kocalában. Kocalában. Hogy lehet ilyet írni? Az éppensége nem János Vitéz, de... Ez nem János Vitéz, be tudod építeni. Valszi bádok. De már nem tudom beépíteni, mert már mindjárt vége. De ennyire nem lesz jó sajnos. Csabi lábában jó kis kocsonyát lehet csinálni. Kocsonya. Nem is ott hogy lehet átugrani? Én szeretem meg. Nagyon. Tényleg? Kocsonya. Igen. Jó kis malac fülével. Attila küldi közben. Hát Lucson. Nem csoda, le se tagadhatnád a falusi származást. Az arany Lucs kiment minden gyilkosság alól, illetve szia, vigyázz Dávid Dál, mert mindig ő a gyilkos. Most is nem például. Is. Hogyha nem, épp, ha nem verset ír, akkor ő a gyilkos. Nem David a gyilkos, mert nem volt meg annyi kosszabb. Nevek fel az enyém, te buta! Jól elrontod. A játékom! És ki egy... Aha, kék, ilyen fura. Oké, rendben, akkor megy. Fura. Fura feje van, mint a kismiknek. Ákis. Ó, ott, ó, lelőtt. És Juvin! Ki ölte meg? Ki vagyok? Nice. Csat nice. Nice. Már Csabi, rosszul vagyok attól az embert. Nice. De az mi az? Mi az? Az hát Dávid, hát nice. Csabi! Aj, de! Nem bírom elviselni ezt a fazont. Ez egy igazi nice játék. És ahogy a Csabi után az... Ne, megakadtam! Kell egy olyan, hogy ből, arra mondjatok egy rímet, ből. Ki ből? Várjál, eszembe jutott. Lehet írni chaten is egyébként. Ből, az bőr. Bence, meghívsz? Hova? Hova? Hát Andi, itt vagyunk bent, játszunk. Azt hittem most ürítés van. Én is azt hittem, de aztán valami mindenki bennmaradt. Lobby. Akkor én már kiléptem, úgyis meghaltam, hogy jöttök mi. Oké, akkor lobby. Na nézzük, ürítsünk egy jó nagyot, mármint stream partit. Ha! Ja, hogy most vége? A David Attenborough, meghívlak, jó? Oké, csak akkor kilépek addig, jó? David. Itt vagyok, meg kiléptem. David. Ó, várjál, hagyj egy mystery boxom, hagyj nyissam ki. Amíg meg jól elfogadom. Akis fikvak. Hogy mondtad ilyet? Miért? Aj, Istenem. Fikvak. De nem úgy gondoltam, ez csak ilyen nyelvbotlás volt. Aha. Mi legyen? Murder Mystery szerintem. Ja, igen, szerintem is. Ne, a nevet nem gondolkoztam. Micsoda? Van már olyan név, hogy Noise. Mi a fene? Akkor mi legyek? Noise. Szilvás Pukta. Mert azt szeretem. Na hát ezzel aztán. Ezt jó elmondod. Micsoda? Ja, hogy olyan izéket használok, ami például A betűt, amit nem lehet. Jó, ez akkor... Tök jó, feltöltöttem egy képet, hogy irány videózni, erre odaírják alá egy darab kommentbe, hogy ja, inkább ne. El kéne gondolkoznod, Dávid. A lényeg, hogy vannak rajongok. Ez a vers olyan lett, amilyen. Tehát én ezt nem írom tovább, nem fogok új rímeket keresni, nem érdekel, hogyha nem rímel. Majd live végén föl lesz olvasva. Azért elolvasom, jó? Hogy jó lett. Jó. A fenegye meg, milyen nevet választok? Írjátok valamit kommentbe, vagy hogy is hívják, vagy chatbe. Nem tudom, egyszerűen kifogytam az ötletekbe. Bármit akarok magamnak, ez szolgál. Akarsz egy jó skin magadnak? Na? Akkor ad névnek az, hogy Alma. Így simán. Miért? Mert az egy te ilyen nem fa. Azt a skint veszik igen, fa. Igen. Nem, ez nem úgy van. Nem, úgy van, hogy ha már valaki volt azzal a névvel fönt Hypixel-en, akkor azt a nevet ő nem használhatja. Ja. Csak olyan a játszhat, ami nincsen eredet is felhasználó név. Ja, vágom.
Közben nézem, hogy ez még írtak. De ez nem almasamaszkin, amit én mondok. Sanctus Dominus. Úristen, nagyon felpörgött a chat. Sanyika. A WC szerintem tök jó. Fikus cookies. Úristen, ezt már olvas is lehetett, még benvon a chat lassítás. Valami kreatív az emberek, ne ilyen izé, ilyen Dávidosat, hogy finkfej, meg ilyesmi, amiket őszörök. De miről beszélsz, finkfej? Mikor adtam én magamnak olyan nevet? Figyelj, szerintem a Andi mikor lesz Sims, az tökéletes név neked. Andi, mikor, oh fuck. Mikor lesz? Ákis! Ákis! Az csak annyit fér, hogy Andi mikor lesz. Mikor lesz? Tök mindegy, mi? Mikor lesz? Mikor lesz se. Indítottam. Bakter! Úgy is jelen ez. Egyébként jók érkeztek, most így nézem. Most nem mentett el a nevemet. Pedig Bence! Hát volt időtök, én azt mondom. Bence! Volt időtök. Megenni a háromnapos pizzát, arra is volt időnk. Megenni a háromnapos pizzát. Én úgy szeretném elkészíteni azt a... hogy is hívják, nyaralós vlogot most már tényleg a hétvégére. Még nem lett meg. Még nem tudtam elkészteni. Tényleg, azon gondolkoztam, hogy ugye lesz ez a crazy 5K. Ugye, ez amire megyünk a hétvégén nagy futóverseny. De én ott hogy fogok videózni? Mert hogy az én GoPro-m az olyan, hogy gyakorlatilag semmire nem jó. Tehát arra, amire föltalálták, arra pont nem jó. Aha, miért? De miért nem jó? Szóval... Mert elvittem síelni, nem bírta a hideget. Elvittem a Horvátországba, hogy majd lesznek tenger alatti felvételek, nem bírta a meleget. Na most akkor igazodjál ki. A szép. Itt meg szerintem tudja, hogy össze fog törni, vagy én nem tudom, azt sem tudom, mire rögzítsem föl, vagy hogy, vagy jó, jó hőmérsékletbe kell tartani. Kényes szerkezet ez a kínai vacak. Kényes szerkezet. Mégiscsak 7000 forint volt. Na, egyébként... Ennyi pénzért már elvárhatja az ember, hogy tökéletesen... Mennyiért vetted? 7000 forintért. De hogy jön? Hogy? Hát szerinted eBay... Na de hát, jó, eBay-ről nem szóval venni semmit. De nagyon jól működik 7000 forintért. Ah, hogyha nem viszem terepre, akkor tökéletesen működik. El van a szekrényben tök jó 7000 forintért. Na, én is hívettem az SGV-ezre, mert a eBay-ről hallod, és olyan retek hangminősége volt, meg képminősége. Annak alapból az rossz hangminősége van ezeknek, nem? Nem, hát én néztem rengeteg teszt videót. Meg se közelített. Aztán hát, vettem egy eredetit, annak viszont már teljesen jó. Egyébként nálam is volt egy GoPro hasonmás, és az azt hiszem vettünk fel elég sok búvárkodós felvételt, de nem már látottátok is a videót. Nekem mondom, hétvégére fog elkészülni, a vlogos csatornán meg lehet tekinteni. Jó, köszönjük a gyors. Ezt most el kell mondani, mert tudom, hogy így is egy csomóan keresni fogják utána. Hogy nézett ki a mocsomó? Ez a izé, fehér ruhás, hátul ilyen creeper, piros creeper feje van, és fehér a póló. Igen. Nem tudom, de Andi nagyon csömbben van, szóval gyanú. Mi? Aha. Te. Ez shit! És ő volt! Ő volt! What? Bizony, ő volt! Bizony, én voltam! Te voltál? Bizony. Nem, én mentettem meg mindenki. Ja, igen. Akkor azért. Egyébként Andi, ez a harmadik olyan skin, ami egymás után van három creeper tudsz a hátán. Hát gyanús vagy te nekem. Ha creeper háta van, akkor az csak az Andrea lehet. Szeretek. Andrea! Andrea. Mikó lesz? Nem vagyok, mint a paltagos cukorka. Nevet, itt egy bacon! Itt van a bacon! David. Na, fönn van ő is. Ez egy bacon! Leesett a bacon. De nem, az a neve, hogy... Az a neve, hogy Noob Slayer. Leesett a bacon. What? Mi? Kinyírtam egy ártatlan játékos azzal, hogy meghúztam alatta a kart, és ezért 200 pontot vesztettem. Asszal. Jaj, ez Isten! Most hányszor kell írnom karm, vagy GG-t, hogy visszakapjam ezt a pontot? Istenem! De hogy lehetsz ilyen bugyúta? Hát honnan kellett volna tudnom, hogyha ő magától leesik, akkor... Jó, hát kicsit rásegítettem, hogy kinyitottam alatt a talajt. Hát kicsit, igen. Oh no, meghaltam. Hogy nézett ki? Nem tudom. Egyszerűen eltűnt abban a másodpercben. Egy fekete van a másik percben. Van egy fekete koszorú rajta. Most fogja megölni a Csabit. Nem fog. Tényleg ott van. Na jó, bevallhatom, Dömihó az. Nem is Dömihó. Csabi. Ne menekülj a sorsod elől. Hoppá, csak még ezt megöltem. Csabi.
Ne. Te vagy a kislány? Nem, ez fiú, nem? Hát olyan ez, én azt mondanám, hogy unisex, na. Unisex skin. Hoppá, de rossz helyre állt a hapsikám. De rossz helyre állt a csórinyó. Csórinyó, csabinyó. Hoppá, de jaj, de azt hittem már. Azt hittem már! Na, hol vagytok, ti nyomvadékok? Meg lett a szabgó? Kérdezik, mintha hívták volna. Na? David. Mi volt a szabgó? Mi van? Mi van? Mit csináljuk? Viszont a kerek szám. 197. Azt a büdös! Meghaltam amúgy. Na, megvan a szabgó? Akkor jöhetok? Nekem még nem írja, de már nagyon kevéske, már csak 20 feliratkozom. 14. Hát, én nem tudom, Bence. Én nem hiszek az ilyenekben. Nem hiszek a csodákban. Na, majd meglátjuk. Én reális ember vagyok, logikusan gondolkodom, meghaltam. És most bevetem David Attenborough-ságomat. Én egy reálisan gondolkozó ember vagyok, szerintem a földlapos. Igen. A NASA pedig elmegy az északi sarkra fotózni más műhold képeket, és csak azért, hogy utána ott áldozhassanak ezek a hüncült emberek. Bizony. Na de kiket áldoznak? Hát de kiket? Hallott újszülött csecsemőket a papának. Pápának, nem a papának. Pápának. Igen, ez tudományosan bizonyított. A szabad kőművesek mindenhol ott vannak. Azt hinnétek, hogy ebbe, ez akkora baromság, hogy ebbe senki nem hisz, de... Sajnos az a gond, hogy ilyen létezik. Ebben nem hinne senki, kérem. Súlyos tévedésben van, kedves Bence egyén. Na, kedves népem! Szeretném megtudni, hogy merre veledzettek. Ne, már megint szív. Tudjátok mit? Te vagy egy gyilkos. Tudjátok, ki lesz a gyilkos? Ki? Hát a Miki egér! Jó? Gyertek, csogi gyerekek! Ha valamit jobban utálod a színnél, az a Miki egér. Egeröd? Jaj, ne mondjál már ilyen butaságot, ha? Én egyáltalán nem vagyok kiegesítő. Micsoda? A Pluto! Kösz! Már hogy ne ilyen hangja lenne? Mondjuk együtt! Örgönc! Ez mi volt? Nem tudom. Azt hittem belebüfögött. Pörgönc! Pörgönc! Mi az Isten mondta? Hol van? Bevallhatom nektek! Én vagyok! Na jó, mégsem én vagyok a gyilkos! Megnöveljél már, haver, mert... Jaj Istenem, meghaltam. De miért? Most miért nem megy ez? Miki egér voltam, hát hogy lehet ilyen szívtelen? Mert túlságosan a versre koncentrálsz, Dávid, azért. Már rég megírtam. Akkor is. Ja, bocsánat. Akkor csak túlságosan Miki egér voltál. Mindig én meg a bőröm színe. Ennyi benye. Csabinyhó. Ege. Tudod, az élet. Hello. Csabinyhó. Hello. Ugye nem itt senki, nem itt a gyilkos. Senki nem itt a gyilkos. Oh, yeah, ki én. Volt? Hol voltál, Bence? Hát egész végig vasutaztam. Nem voltam ezzel. A jobb időtöltés. Csabinyó. Ez hogy van ez a dal? Csabit, te biztos ismered. Mi? Ez a Csabinyó. Persze nem Csabinyó, van csak ez a ritmus, hogy... Egy Ajesco. Jaj, tudom. Hogy jött ide a Csabinyó? Hát mert Csabinyó. I say, I love you. Csabi, hol volt az a búvóhelyed, ahol már. Ez a legrosszabb. Jó, I just go. I just say. Csabi, nagyon I love you. Jaj, nem új, de. Csabi, hol volt a búvóhelyed? Csodás. A legvégzetesebb kombó, amikor Dávid... I just go. Ne! Dávid javasolja Csabinak az éneklést. Csabiszko. Csabiszko. Az élet. Az élet. Lehet, ne, de nem neked. Mert ez jó hely. Nem, nem tudom. Itt a Csabinyhó. Kos végre. Csabinyhó, tudod az élet. Jó, hogy én vagyok a detektív, aktivizálhatnám magamat, jó? Igen.
Igen! Nyugalom? Mi ez? Aktivizáld magad, Bence. Ilyen hangokat kiemelni. Legyél te az aktív. Csabinho, you say, hogy I love you. Te lábúj. A lábúj. Csabinho, tudod, az élet nehéz. Ez megint milyen hang? Ne már! Szegény, megpusztult. Furcsa fejű. Furcsa fejű, ez a gyerek itt. Furcsa fejű, ez a zsidike is itt. Jaj, Istenem, mindenki tudja. Segítsetek már azon, hogy furcsa fejű. Is jobb. Ez hülye. Hú, de kár volt érte. Hú, de kár. De szaftos kardérlenre hánytam. Ja, megint na gyerek Dávid. Csak ide itt, júj de rossz irány. Tényleg, miért is gondoltam volna másra? Megint csak a miért Dávid. Miért is gondoltam volna rád? Dávid, nem mondasz. Dávid, a headphone users, tudod, mi is azok vagyunk. Fáj. Igen. Fáj. Valaki csak annyit írt be a chatre, hogy try not to cringe challenge. Igen. Hát igen. Dávid, de lesz nehéz. Én nem is mondok semmit, szerintem. Igen, ez vagy most. Res, hogy van, ami fog másik már be lenni a akartam? Szádat, kérlek. Hogy van, nem lehet, most én vagyok. Nem én lehet, vagyok. Nem én lehet. Én vagyok, nézd meg, hát nem tud eltalálni, hát bugyuta ez a Jóska gyerek, hát na. Hát nézd meg, kukucs, hoppá. Előtted a lehetőségedet, haver. Haha, azt hitte pedig, jaj, de kis naív volt! Úristen! Ezekkel a célod, milyen? Már nem azért. Én világuralomra törjek. Szevasz! A hangoddal? Igen, segít. Már csak egy ember él. Oh. Csak nem a Csabi. Ez rossz, mint hogyha valami. Engem leütöttek. Addi, ne buzd is, kérlek, ne. You say... De. Most komolyan elém állt? Most nem áll? Hát ez így milyen győzelem? Amúgy tényleg győztem. Gyerekek! Én azt mondom! Világuralom plusz két nap! És plusz két földrész akarom mondani. Örök élet plusz két nap. Na! Hát ezt megnyertem! Ez így, ugye, ahogy nem a verset írom, rögtön megnyerem. Ez csak azért volt, mert annyira idegesítő volt, inkább gyorsan mindenki meg akart halni, csak ne hallgass. Lehet. Hát, lesz még kör. Rossz, mint egy helyzet. Benyomnánk egy VB-s Offika. De megint ártatlan. Miért mindig így? VB Officer. Tényleg, te lehetnél amúgy VB Officer. Mert hogy nyúlancs Official. Official. VB. VB egy official. Official. Ez a nyúlancs Officialba jött, vagy? Miért jött a New Launch Official-ből? Hát mikor ezért ezzel poénkodunk, akkor mindig a New Launch Official-t hozzak fel. Mert nehogy már tudják, hogy ki az eredeti. Ki? Az eredeti New Launch, az eredeti nyancs. Nyancs, New Launch. Dávid, te mitől pöröksz mindig ennyire? Azért, mert most nagyon boldog vagyok. Mert holnap a suliba... Mi? Nem is megyek suliba. Akkor ezért vagy boldog. Holnap nem megyek én suliba, de suliba. Annyira belemerült, hogy azt is elfejtetted, hogy már nem is jel suliba. Mi a szó? Legszente tologatja a malacot. Wow, Andi! Tologatja a malacot. Egy kopid leütött. Amúgy vörös hajú. És van egy G betű a hátán, egy G. Fél most nézi, hogy tolják a malacot. Jó, megtolják. Ja, Istenem! Az új Bartos videó, úristen! Meg kell néznetek! Dávid, te vagy normális. Picit. Fiam, eddig nem ízét énekel, Zambó Jimmy-t, addig nincsen baj. Jó, az. Egyszer megvadulok. Ja, nem. No. Egyszer véget a lázas csabiság. Hát ez elmúlnak a mördörös viták. Egyszer ez véget ér a map, Dávid, és véget ér Dávid, a game. Nem akarsz esetleg egy újabb versbe belefogni? Hát tényleg olyan jó volt, amíg verset írtál. Elmúlik a gyilkos szédidény. Amúgy jó. Kilőtte le? Ki volt az a meccs? Na tessék, csak mert leadtam a drótot, hogy vörös. A drótot?
A dlótot leadtam neked. Itt hogy a malac. Tudom, ide tolták. Jó, megtolták azt a cucát. Jó, megtolták. Jaj, te. Én kis huncut. Jaj, Istenem, elfáradtam. Ó, nem énekel olyan jól, Dávid, hogy ez kopirajtos legyen. Hála ének. Azt hittem, már sosem érjük, mert elfáradsz. Leklémelnék a izét. Jaj, de jó lenne. Bár Bence nem nevetne. Hát, ahhoz Dávid jobban kéne énekelni. Az a helyzet, nincs. Hogy tudom, hogy ki az Andi. Én? Igen. Tudom, hogy nézel ki. Hát és hogyha te vagy a gyilkos, akkor tudni fogom, hogy ki a gyilkos. Hoppá. De nem én vagyok a gyilkos. Jó, hát ez olyan jó megmondtam. Hoppá. Egyébként srácok, azt nézem, hogy a moderátorok eltűntek a chatről, vagy mi? Hát lehet menniük kellett. 10 óraival. Mert hogy én már javarész, már csak én moderálgatok itt olykor-olykor. De játsszál, nem moderálgassál. Hát de látod, muszáj. Irgum burgum. Jó megmondod nekik a frankót. Franco Nero-t. Ja, Istenem már... Hogy hívnak már, Csabi? Csabi, én. meg fogsz halni, Csabi, ne, Csabi! Mi a fene? Te vagy! Te nem, vagy? Hanem mi vagyunk. Meg fogsz halni, Csabi, ne! Mi történik, emberek? Azt mondjátok meg, nem mondom. Menekülj! Menekülök bizonyám, nálam ez már hagyomány. Amikor meleg a talajú faluban megyek hamar. Ez a Marika, urában a Marika, gyere Mari, gyerekem, hátulról is szeret. Ja nem. Dávid, nézd mit tettél, megrontottad még a Csabit is. Csabit, hagyjál. Ő magától énekel. Hagyjál. Bocsírta. Csabi... Persze, nyugodtan. Nézd. David. Mi ez te vagy? Na! Neked is van. Még jó, hogy... Ha nézd, fölismerni téged! Hoppa! Jaj! Popó! Popó! Hallottam, hogy azt mondta, hogy popó! Hopp, hopp! Csabi, te voltál az? Mi? Én? Én nem vagyok. Csabi! Nekem... Csabi! Nem, hát hogy lennék már? Van egy kardom. Nem kard. De annyira nyíl. Elszólod magad, te buta. De nyíl, hát csak keverem, na, mindig. Mm. Nyíl, hát keherem, hát az egyik ütik-e a másikkal meglöm. Keherem. Igen. Keherem a nyíl, hát keherem. Csak keherem. Ott egy tök jó kérdés, Seten. Csabi, te egy felnőtt vagy? Seten. Ezt mondom a kérdés. Néha mi is meglepődünk. Csabi? Néha nem tudom. Gratulálok annak, aki megölte a detektívet. Kinyitották alattad? És mi volt az a bolos hang? Micsoda? Hát honnan tudták volna, hogy te vagy a izé? Mert a kezemben volt az íj. Hát és attól még lehet a detektív, vagy a izék mördörnél is. Attól függetlenül... Na. Négy ártatlan van. Nem lehet, hogy... Nem lehet, hogy pont a mördör volt az, aki... No, elment belőle, úristen! Ja, én tudom ki a mördör, de hülye vagyok! Oké, akkor nem jó a gyilkos? Igen, akire az előző streamen azt hittem, hogy tehén, de aztán kiderült, hogy mégsem az. Egy robot transformer. Ne! Hát ez ki volt? Hát akire azt hittem, hogy tehén, de aztán kiderült, hogy mégsem. És ezt megint el kellett mondani. Hát mert kérdezték. Gondoltam, ki a gyilkos? Ez ki volt? Hát vesztettünk emberek. Ez nem túl szép teljesítmény. Kivéve akkor, hogyha én miattam vesztettünk. Viszont meg lett a szabgól, na legalább ezt köszönjük szépen egyébként mindenkinek. Legalább ennyit hagytatok, hogy örüljük. Mondja Bence, legalább ezt köszönjük. Hát az ilyen többit is megköszönjük. Hát igen, elég. Úgy ért, hogy egy veresség után. Jó, nem vagyok a legjobb köszönet, mondom, tudom. Én sem csináltam meg a 300 ezeres köszönet. Megint ártatlanság. Ó, hát akkor Csabi, verülj ide hozzám, mert... Nálam van egy kard, majd megvédelek. Egy így van nálam. Aminek kartformája van. Mondjuk... Mi ez a furcsa ember? Az ott mi? A furcsa feje van. Hello. Oh my god! És tényleg működik! Mármint? Mi a hack? Nem a hack, mondom, izé hack. Dávid, te meg már megint! Mi van? Mit csináltam? Isten itt... Mit csináltam már megint? Hát azt megint elszóltad magad, megint benyomtad a hackedet. Nem nyomtam be semmilyen hacket, elbújtam. Csabi? Mi? Merre vagy? Te... Nem tudom, neked milyen skinned van. Na. Ja, majd meglátod.
Szóval Csabi, te felnőtt vagy? Nem tudom, az a még mindig itt tartunk. Nem, csak úgy érdekel. Soha nem derülhet ki ez az igazság. Hány éves kortól szemben valaki felnőtt? Annyira jó helyet találtam, de ez annyira nem elmenekülhetős hely. És innen mostanában nem is tudok kijönni. Úristen. Úristen, gyerekek, ne! De ez mi? Hát egy tehén. De nem itta meg a rohadt potit. De miért nem itt? Pécsi Pocsi. Te miért nem? Pécsi Poti. Tarka. Jaj, képzeljétek el, Andinak már meséltem, de az embereknek még nem. Fölvettem egy videót, és ugye én az F9-el indítom, és állítom le a videót. És az volt, én nagyon okosan megnyomtam az F9-et, mikor befejeztem a videót, megnéztem az OBS-t, és akkor kezdett el rögzíteni. Na, az jó érzés lehetett, és mit éreztél akkor? Á, szomorúságot. Nagyon-nagyon mélabús lettem. Mélabús lettem! Carmen azt írja, hogy én már fizettem annyit, hogy modi legyek, viszont nem érek ezzel a megtiszteltetéssel, nem szeretnék ideg összeroppánást kapni a chattel. Carmen egyébként már annyira régi, annyira sokszor van itt nekünk streamekben, hogy simán megérdemli egyébként a modit, de valóban kb. Ideg összeroppánást lehet kapni egy idő után. Folyamatos chatvizsgálástól. Egy kislány a detektív, de ügyes, elbújt. Kislány, vigyázd. Szerintem az kislány, és te kapnál kardot, fú, de ki lennék. Valaki nagyon kattingat. Én vagyok, csak kattingat, integetek a kislánynak, amúgy nem én vagyok a gyilkos, én elbújtam. Dávid nálad nem lehet tudni egyébként. Mit? Hát amikor vagy gyilkos, kislány, nem? Mikor úgy tartja az én kedvem? De nézzétek meg, hogy hova bújtam. Ja, hogy nem tudják. De nem is látom itt, hogy hol vagytok. Akkor te vagy a gyilkos. Miért, Bence, te még ilyen? Nem, én épp az, hogy még spektrátorban se találok titeket. Ó, kaptam egy aranyat, de jó. Amúgy én vagyok a izé, a Gustavo. Azt gondoltam. Gustavo. Az nem is volt kérdés ilyen néven, hogy ki játszom. De ne. Gustavo. Ó, lol. Szervusz, Bence. Ez tényleg egy jó hely. Huncut legyen. De hogyha elrontod? Mit? Halál fia vagy. Mit rontok hát el? Hát ugye a beérkezést ide erre a helyre. Ez nagyon nehéz volt, nekik nem... kellett futni és be kell ugrani. Tényleg nem. Nem is kell ugrani, csak be kell sétálni. Azt hittem, hogy valami bekonyított ugrás. Most ezt jól megmutattad az embereknek, köszönöm szépen. Ez most nagyon szerencsés. Akkor melyik a gyilkosunk? Az? Az. Ott a huncut fia fattya! Láttam, most megy oda a Bence, most ne köves. De szerencsém volt. Kilőttem. Neki nem sikerült a beugrás. Vagy mi? Lelőtték. Ja, lelőtték. Azt hittem, hogy most oda akart menni, ahol én voltam. De hát oda csak a tökéletesek juthatnak. Szóval menjünk egy lobbyba, nem? Már rég volt. Én azt nem tudom lépni, mert kezdek kajásra lenni, megmondom őszintén. Jó, ne legyen még egy utolsó zárás valami, és aztán... Egy utolsó zárás, talán legyen. Egyébként megnézzük megint a zombisat, vagy inkább legyen mördő. Most jött hozzá frissítés a zombishoz. Na nézzük meg megint zárásként, és akkor Csabinek is... Zárásnak nézzünk zombisat. Csabinek jött hozzá frissítés. Meg tudjuk Csabi, utatni. Te játszottál már azzal? Igen. És nem tudom, ja. Szerintem nem. Hogy Csabit kérdeztél. Múltkor kivel játszottunk? Owen. Jó, hát akkor mondjad, hogy mit kell csinálni, és akkor jó lesz. Olyan, mint a Call of Duty-ban a zombi mond. A sima zombies nevezetű játékmód az? Igen, David. Igen, az. Normál? Van egy Blocking Dead, de az nem az. Az nem olyan zombis. Mehet a normal difficulty? Ez az első, ugye story mode normál. Még jó, hogy... Oké, okay. Már az is annyira nehéz. Ja, várjátok el, viszont nekem drénálnom kell, vagy teljesen üritenem kell ezt a partit, mert ez csak négy személyes játékmód. Bakker, igen. Akkor viszont, várjál, most engem bedobod valahova? Mi ez? Igen, most innen gyere ki, fiam. Jó, akkor lobby. Jó, kijöttem. Oké, és Csabi. Zsödva. Zsidove, azt írtam, basszus. Ben vagyok. Oké. Engem is. Andi. Köszönöm. Mehet. Várjál, még nem menjél be. Hát már bementem, bocs. Jó, akkor valaki mondja, mi kell így csinálni, mert... Dávid, mi lenne, hogyha te már bementél? De engem betett valami idegenekhez. Én nem mentem be, azért. Ezek mind mi vagyunk, Csabi, csak az a baj, nem vár. Három kislányjal játszott. Azért neved, csináljatok már meg. Indiad előről, mert én nem vagyok bent. Jó, akkor vissza. Akkor lobby, megint?
És most mindenki váltson vissza normális. Szerintem is, mert ez annyira nem vágom ki kicsoda, tehát ez így... Jaj, te jó ég. Hogyan is kellett visszaváltani? Annika, ha? Jó. Mik. Anna Mik. Mik. Hát ez marha vicces volt, jó. Oké. Okay. Szóljatok a mehet. Én már kész vagyok. Oké, okay, akkor jaj, szóval... ne, most a hülye painting a... Oh, ki a zombi gyilkos? Azt tudom, hogy mi kell csinálni? A Dávid. Akkor elmondhatom, Csabi? Én vagyok a zombi gyilkos. Kapunk fegyvereket, mert legutóbb is annyit láttunk, és négy, vagy nem, egyelőre több helyről itt jönnek majd a zombik, ezek a blokkádoknál. És ezeket kell majd lelövöldözni, hogy nehogy be tudjanak törni hozzánk. És amikor egy eleget megöltünk, akkor lesz elég pénzünk ahhoz, hogy tovább menjünk az office-ba. De ahhoz menjetek, ott a jobbra fönt. Jobbra fönt? Aha, ez itt a Half-Life, gyerekek. Hát ez itt a Half-Life. Hát egyébként inkább de oda menjél, ott, Csabi. Hova? Ide nézd, meg nem tudja, hogy hol a helye a butának. Honnan tudja, hogy hol? Hát miért oda menjek? Hát mert én már felfoglaltam. Ajaj, itt törnek. És akkor ide guggolsz az izéhez, a barikádhoz. Vagy mi ez? Oda, Csabi, oda. Ahhoz. Oda, ahhoz. Itt nézd. Igen, ide. Igen, oda. Itt legugolsz, igen, csak pucsítsál rá. És azzal újra szereled. Hát gyere, álljál oda! Csabi! Hova? Ide állj, és így guggoljál le. Jó. Jaj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 
Tehát kuggolással lehet javítani, jobb klikkel ugye simán lősz a fegyvered, de és van még egy késed is. Ami semmire nem jó. És nézed a goldot, ugye minden egyes gyilkolás és javításnál kapsz goldot, az pedig aha, ott jobb oldalt látod a... És én vagyok az első? Cuccán. Köszönöm, teretek. Köszönöm, teretek. Na, én azt mondom, hogy ne erre menjünk, mert erre mindig meghalunk. Kom erre. Nem tudom. Csabi, vigyázz! Menj onnan! Úristen, Csabi, de meggyilkoltak. Én lesz fölöttél a Csabi. De nyomtam folyamatosan a hitszert. Itt. Fakker. És hogyha oda mész hozzá és legugolsz a halotthoz, akkor fel tudod éleszteni. Hát itt nagyon komolyan jöttek, basszus. Igen, de felvettem a izét. Szuper kill. Akkor ott egy újabb zombi pigmen. Mindenképpen oda kell állni, ahol éppen hiányzik, vagy tök mindegy, hol állok, csak legyen közel. Hát oda kell állni, ahol hiányzik, Csabi. Jó. Lász, és akkor googolsz. Hello! Itt van még egy zombi. Segítsek, Csabi. Hello. Megnyithatom a következő izét? Meg persze, mehetünk az office-ban. Az office-t. Az office-t. Csabit elkísérem akkor. Gyere, Csabi. El ne tévedjál, kis gyerek. Hova? Utánunk. Következő helyszín vár minket. Erősebb fegyverekkel. Oh no, jön egy kutya. Itt shotgun van. Jaj, a kutyák ebben olyan rohadt idegesítőek. Andi szereti őket. Oh no. Halálfia mindegyik. Valami kutya! Eszik! Megesz! No! Csabi! Csabi! Köszönd meg! Ezek egy shotgun. Köszönd meg, hogy ilyen jó barátaid van. És akkor én most itt álljak? Jobb oldalon! Andi! Mi az? Hát nem láttad, hogy jött utánad egy pajtás? De. Ez a öngó. Egyébként shotgun-t is lehet, vagy a shotgun-nek is folynak a lőszerei. Igen. Persze, hát ott jelzi, hogy hat az XP-t. Ja, Csabi, aha, látom. Kérem. Akkor melyik az enyém? Hát most hol menjek? Hát azt a... Tehát itt vegyed meg, nézd, itt van ez a cucc. Meg itt van ez a cucc, és ott van, hogy mennyi goldba kerül. És akkor jobb klikkelsz rá, azt megveszed. Hol a gold? Csak nekem a pontosan? Család. Ott, scoreboard. Scoreboard. Egyébként pedig szerintem elég, hogyha odaállsz egy ajtóhoz is akkor. Hát rohadjak meg, én nem látok itt egy gold kettős pontot. Melyik az? Jobb oldalon, hát. Csabi, a mög... Hát azt nézem. De neked nincs ott az izé? 230 pont oda. Ja, a Csabi nyom kettős pont, azt nézem. Hűjj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 
bombi, bombi! Jönnek alulról is az a helyzet. Mert csúnya nagyon. Amúgy ebbe a játékban az a lényeg, hogy mindig össze kell tartani, mindig együtt kell lenni. Mint egy nagy család. Oh no! Nagy, egészséges, szép család. Nagyon bejöttek! És lemondott rólam. Lemondott rólam az Andi kedvéért. Az Andi kedvéért. Hát mert ment utána. Rálőttem azt. Jaj! Tudanak magadhoz. Következő helyszín, az mennyi kell? 750. Én ezt megvehetném, megvegyem?
Hát nem tudom, vegyük meg. Jó, teszed, vedd azt meg. Az még nem annyira nehéz szint. A Zaleri. Zaleri. Csabi? Én vettem valami nadrágot. Na. Végre valami hasznodat is veszük, fiacskám. Instant kill van! Az mi? Az olyan, hogy izé mindenkit egy lövéssel meg tudsz ölni. Ó, az jó, az mire kaptuk ezt a bónuszt, hely? Néha dobja a játék. Anno, hát ez most már pont jókor fogyott ki, zombi filmennél. Amúgy igen, mindig akkor szokott, akkor szokta ezeket bedobni, amikor... Jaj! Mögé jött egy zombi! Hát igen, Csabi, van olyan. Mindjárt felélesztelek, mert jó fiú vagyok. Ide jöttem, Csabi, élet! Köszi! Szívesen, teret. És először meg kell vásárolni ezt a... Szeretek. Meg kell vásárolni először ezt a Power Station, és akkor lesz... Igen, a Power Station, nem, a Power Station-ben még egy 1000 goldos cuccot kell megvenni, és akkor tudjuk aktiválni a Power Up-okat. Aha. Amik olyanok, mint hogy extra waypoints, meg ilyenek. Csak madrágot lehet venni egyébként? Nem. Következő szobában már van minden más. De szegény Csabi el tűnik. Ez picit drága. Igen. Ezt néznek, hogy a drága, megkérik az árát, Csabi. Csak egy egészen hát apró. Tudod, a jó dolgoknak mindig megkérik az árát, Csabikám. Éljenek ezek. Jön, jön a zomb! Zomb. Zomb. Ha! Ne! Felszedlek mindjárt. Elviszed a hátadon. Na jó, jövök beljebb én is. Óha. Igen, de nem is értem, hogy miért ott vagytok. Neked kellett egy kis pénz. Meghaltam én is. Jövök, mindjárt jövök. Hát eddig nem annyira győzött meg az a játékmód. Miért? Hát, nem tudom, valahogy nem. Alakulóban van egyébként is, de szerintem az ötlet maga azt jó. Szerintem jól meg van csinálva. Csak rá kell jönni, hogy mit, hogyan kell benne csinálni. Amúgy nem egy banyolult játék, nem egy agytornász dolog. De... Ha megint törik az ajtót, ott. Általában ezt szokták csinálni, Csabi. Ezek a frány a zombik. De hogy miért törik? Miért? Miért jó nekik az emberi hús? Miért nem Csabi? Jó az emberedet? De hogy kell ez mögé? Megint meghalt. Hát úgy, Csabi, hogy jönnek lentről is, fentről is. Hol vagytok? És mi volt az üvöltés? Ez csak egy vévnek a végét jelentette? Milyen üvöltés? Hát egy ilyet hallottam, hogy... Nem hallottam. Fölélesztettünk. Hát ez milyen tápos zombi volt te? Alig halt meg. Alig akart kimurdálni. És hogy meg? Én ezt itt figyelem. Honnan jönnek? Lentről kéne igazából. És mindig jelzi, hogy hány zombi lesz az adott körben. Ó, bakker, ott már jön. Ez innen az én kapomból, nem jön? Csabi! Megint? Igen, jönnek. Onnan lentről jönnek, és egybe betámadnak téged, mert te vagy itt a legközelebb. Kutya! Tényleg jönnek. De megijedtem. Menj innen, kutya, menj innen. Na, te kutya! Ó, átugrottam egy zombitlan. Ügyes vagy. Jönnek még innen lentről. Ó, jön! Jön! De miért ott vagytok? Miért nem a kövi szobába? Hát mert innen is jönnek. Ó, tudok, van ilyen. Hop! Vigyázzan, de ez nagyon tápos! Ez? Igen. Jó. Megvettem a Power Station-t. Jaj. És ez mihez volt, jó? Ahhoz, hogy fölmenjünk és aktiváljuk a Power Station-t. Bizony ahhoz. Bizony ahhoz. Bizony, Csabi, jól vagy. Ó, vettem vaskapát, és ezzel sokkal gyorsabban adott! De vaskap az nem a shotgun, amivel éppen az... Éppen de az... igen. Ez valamelyik kötök meg tudja? Nem. Franc... Nekem most nagyon-nagyon kevés pénze van, ez gyorsan hozzá... Szorvosolni kell ezt a problémát nálam. Ott jön a kutya! Át akar törni! A kutya! De amúgy gyertek fel a Power Station-höz. Itt a jó a buddy. Bulimia. Ajajajaj, de morog! Instant kill lesz! Oké. Okay. Mindenki egy lövés. De most be ezek nem jön semmi. Igen. Mert itt hagytad, a kutya jött át, azt itt hagytad. Gyerünk. Ne, csak fogytam, hogy mi a szart töltenem kellett. Uha, Csabi! Csak téged aztán követtek. Mondtátok, hogy jöjjek föl, hát én jöttem. De a kutyát ne hozd. No. Kutyákok, nagyon sokan. Jó. Andi, mindjárt összegyűlik neked 1000 cucc, majd... Vedd meg a cuccost. Mit? Ezt a power switch-et? Itt a rooftopba
Van egy olyan, hogy mindenkit hílel egyszerre. Oda még soha nem sikerült eljutnunk, hogy mindenkinek meg tudjuk venni, hogy híleljen mindenki. Egyébként aranysapkát azt voltál, vagy az van rajtunk alapban? Nem, azt meg kellett venni. Ez a power switch, ez micsoda? Az aktiválja a power up-okat a pályán. Nem jöttök föl esetleg? Én még az aranysapkát keresem, de sajnos nem találom. De nincsen, Bence, van rajtad! Előbb azt mondtátok, hogy ezt meg kellett venni? Igen, azével, Jackie-tel. Jó, hogy az együtt jött vele, ó, oké. Oké, és... Az anyátokat már. Hú, bakker. De hogy már te is itt vagy? Bence, mennyi pénzed van? Igen, igen, a Rocket Launcher-t ezt múltkor vettem, de annyira nem volt jó, mert hamar kifogyott. Várjál, akkor meg kéne venned a izőt! Power up-okat. Jó, megveszem akkor ezt a Power Station-t. Jó tetted, fiam. Jó döntés akkor volt. Akkor én mit vegyek? Oh. Jaj, ne! Jön a bizony bombes! Jaj, ez nagyon jaj, ne! Merre, ez merre. Rá fog állni az egyikünkre. És ahogy nézem, én lettem hűha. Az. Hűha. Szerencsés. Öt lőjétek! Jaj. Bakker. Jó, jól esetek. Próbálom. Csabi! Miért rám jön? De lőjétek már, hogyha lehet csak. Én lövöm. Csak közben jönnek utána zombik. Elég sokan. Jó, mindjárt meghallom. De mindjárt megy lejét, igen. Oh! Oh! Meghalt. Köszönöm, végre. Már csak két zombi van, de egyelőre most... Szervusz, Bencim. Egyelőre szépen... Aktiváltátok a speedet, Atlant? Nem, most akarom, csak ne öljétek meg az egy zombit, hogyha találkoztok vele. Jaj, basszus, hogy ez egy ilyen hülye robbanós szentelenség. Várjál, mindjárt lemegyek. Azt hiszem rám van akaszkodva. Mi, valamit vegyek? Dávid. Amit akarsz, Fenn. Lent van a speed. Átjárót akár. Melyiket, a rooftopot vagy az apartmentet? Rooftop. Ott van az, ami mindenkit hillel. Megvettem akkor. Jó van, jó tetszett. Ez is 1000 gold, egy jó ög. Mondjuk nekem mindjárt megvesz. Hoppá. Ja, egyébként. Na, én már gyors vagyok és gyorsabban is tárazok újra, úgyhogy... Meg kettőt is vettem. Na, itt szoktuk elbukni. Ne ezt vegyétek, gyertek hátra, itt. Fuck. Itt. Igen. És itt hátul van ott egy ilyen gépezet. És ezt kell itt. Oh! Itt kell aktiválni, hogy mindenkinek legyen jóságja. Hol vagy, Csabi? És itt melyiket? Hát itt fekszek valahol. Áj, én meghaltam. Úristen, Bence, fuss innen! Jó ég, bakker! Úristen, nekem én is mindjárt meg fog halni. Meghaltam! Hogy lehet az, hogy ennyire benehezedik itt ennél az út? Itt mindig, ennél itt kinyitod és benehezedik. Bence, én leszél föl. Hát meghaltam én is. Sziasztok! Hát ez jó volt! Nem baj, legalább kaptunk egy kis összesítést itt a végén, hány zombit öltünk, hány ajtót nyitottunk. Gyorsan GG! Stb. GG. Meg legyen a karma is. Igen. Ez a legfontosabb. És ja, még mindig azt mondja, következtetés mondjuk le a végén a zombis után, hogy hát jaj, jó, csak lehetne még javítani bőséggel, textúrákkal, meg itt tudom én. Meg a rooftopnál szerintem ott ez nincs elég kibalanszolva, hát ez nem létezik, hogy ennyire sok zombit kelljen akkor. Igen, nagyon sok, nem. Lenyomni. Igen. Na mindig, köszönjük szépen mindenkinek, hogy itt voltak. Jaj, de várjál, hát a verset, hát még ja, azt nem... Ja, tényleg, a vers. Marad a vers, az még csak a java, bocsánat. Hát ez még csak most jön. Fel akarja olvasni, vagy olvasom én? Olvasd el, hát lehet, hogy rosszan, na. A János Vitéz alapraiba, János vagy te nekem, János vagy te nekem, Csabi. Szóval, tüzesen süt le az őszi napsugárra, az ég tetejéről a mördör pályára. Fölösleges gyalog gyilkolni oly nagyon, a Csabinak így is nagy kardja vagyon. Mördör lelke ég fekete szívében, úgy kergeti a népet a Murder Mystery-ben. Murder Mystery-ben míg a detektív keresi, ő addig kardjára hány a mapon mindenkit. Hatalmas map nyílik szerte körülötte, de ő a mapra szemét nem vetette. Két blokknyira volt tőle a detektív, kardját tárazta, s elindult felé. De nem dobta volna rá a kardját, inkább eljátszotta a szende ártatlankát. Oda sétált Sandán a detektívhez, úgy viselkedett, ami ment a helyzethez. A
A detektív így a teljesen fel volt húzva, mivel tudja, a többi player megvan már halva. Kilátszik a kard Csabinyó zsebéből, két pillanat múlva már húzta ki a detektívből. Itt a vége, fuss el véle, jó iszakát, gyerekek. De ez olyan pocsék. De ez miért rólam szól? Igen, ez mondd el. Hát mert te voltál akkor a gyilkos. Pont nem akkor... tudom, miért rólad szó, csak te. Egyszer voltam gyilkos az egész játék alatt. Na, erről született egy kis vers. Nem mindegy, köszönjük, köszönöm szépen, nagyon kedves verset, még sose küldöttek rólam azt. Igen, nem, nem es alkalomra, hogy egyszer lettél gyilkos. Igen, teljes, több mint két órás live alatt, vagy közel két órás live alatt. A megfilmesítés jogait nyugodtan lehet megvenni tőlem, kérem. Jó, kérem. Azt írják, hogy ez megér egy lájkot, hát... Ja, bizony. Ez mindenféleképpen. Többet is, srácok, hát ez a hú, hát ez a hú. Kaptál szupercsetet. Megint köszönjük szépen iPunch-tól, nagyon-nagyon rendes tőled. Ez így lehet egyébként inkább Dávidnak ment volna egy a vers után. De, ja, köszönjük, tényleg nagyon-nagyon szépen köszönjük mindenkinek, aki itt volt, aki nyomott egy lájkot, aki nyomott egy feliratkozást, bármi ilyesmit. Reméljük élveztétek, és szerintem mondhatom, hogy hamarosan még majd fogunk mördörözni, viszont Csabinál majd, ha minden összejön. Igen, nálam is lesz majd, valamikor. Ja, köszönjük szépen mindenkinek, hogy itt volt. Addig is pedig minden jót. Sziasztok! 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 Jó éjszakát, sziasztok!